Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Folytassuk a magas szinti programozási nyelvek egy tantárgyat. Mai napon objektumorientált programozás lesz a téma, pár ilyen alapfogalommal megismerkedünk, illetve megnézzük példaként a grafikus programunknak az alaposztályát, tehát megnézzük, hogy mi az a sép. Kezdjük is el. És akkor tényleg egy hát, rövid előadás, mert nem akarom túl hosszúra nyújtani az előadás részt, azért a könyvben úgyis benne van, ott is át tudjátok olvasni, de mindenképpen azért kiemelnénk itt a lényeget, de tényleg kódban nézzük majd meg, mert az többet mond minden prezentációnál. Úgyhogy ja, akkor itt a, itt a grafikus osztályok klassz dizájnjáról lenne szó, de azért nagyon csak úgy felületesen, mert nyilván azért ez egy sokkal összetettebb, sokkal komplexebb dolog, mint az, hogy itt most egy prezentációban lehet tudjuk az egészet. Fogtok erről szerintem tanulni más tárgyakból, Proc 2 szoftverfejlesztésen, meg egyéb más tárgyakon várhatóan. Itt tényleg csak most az alapokat átbeszélgetnénk, megmutatnám, hogy, hogy nekünk a grafikus program kapcsán mi az, ami érdekes és hogy azokat a, az alapfogalmakat, illetve szabály, alapszabályokat, amiket itt most átbeszélünk, hogyan tudjuk kódban megvalósítani, illetve a mi programunkban ez egészen konkrétan mit jelent. És akkor itt nyilván van egy ilyen, ilyen eszme mögötte, hogy, hogy a, az alkalmazás koncepciójának közvetlen leképezése a kódban, én most példaként mondanám, hogy a window, vagy a line, vagy a point, vagy a color, talán erről beszéltünk is már korábban, hogy ezeket az eszközöket, dolgokat, függvényeket, eljárásokat, ezeket úgy egy az egybe képezzük le a kódba, tehát az jelenjen meg a kódba is, ami ugye a valóságban is kéne, hogy, hogy történjen, tehát reprezentáljuk a valós világbeli entitást, például egy ablakot, vagy egy vonalat, vagy egy pontot. Jó. És ö, ugye itt ö, ezt mindig szoktuk mondani, hogy ha érted az alkalmazást, érted a kódot, illetve fordítva is, de én még azt is hozzátenném, hogy csak akkor érted ö, a, az adott alkalmazást, az adott problémát, ha le tudod programozni. Jó. Ezt mondtuk régen, szerintem ez úgy, úgy nagyjából ö, helyén is van. És akkor itt ugye jönnek ezek a, a, a dolgok, hogy ugye a line- hogy a képernyőn látjuk, vagy egy point, ugye egy koordinátapont, vagy egy sép, és akkor most majd meg fogjuk beszélni, hogy mi is az a sép, és ugye itt jön a kérdés, hogy mi a közös minden alakzatban. Yeah. Tehát ez az, ami, ami itt érdekes lesz nekünk. És nyilván egy kicsit más lesz ez a shape osztály, hiszen ez egy, ez egy hát generalizáció, abstrakció lesz, hát inkább csak abstrakció, mert azért nem generálisra írjuk, vagy generikusra pontosabban, mert ennek nem lenne sok értelme, viszont egy abstrakt osztály lesz, fogunk róla beszélni, hogy ez pontosan mit jelent, meg miért is érdekes. Ami most itt mindenképp lényeges, hogy ebből a shape osztályból nem fogunk tudni majd objektumot készíteni, mert annak nem lenne értelme. Itt a könyv hozza példának, hogy nem lehet az, hogy, hogy bemegyünk a boltba, és szeretnék vásárolni egy fényképezőgépet. Hát mi az első logikus kérdés erre? Miért? Ugye? Tehát pontosan miért? Kicsit itt is ilyesmire kell gondolni, hogy hogy mondjuk föltennétek a kérdést, hogy hogyan néz ki egy, egy sép. És ugye a leglogikusabb kérdés erre, hogy, hogy, milyen sép. Ugye, tehát milyen alakzat. Nem akarok előre szaladni, fogunk erről beszélni. Jó. Ugye van egy másik ilyen szempont, amit, amit követünk, hogy a logikailag egyforma működési függvényeknek ugyanaz a neve és ugye itt van, hogy minden osztályban ott van a Draw Lines, minden osztályban ott van a Move, ott van az Add, ugye ezek a, ezek a függé, függvények. Ugye a Draw Lines az rajzol, a Move az mozgat, az Add az hozzá egy az S alakzathoz, ugye ezt a, tehát egy pontot hozzáad és ugye mindegyik ez úgymond van ilyen, ilyen, lekérdező függvény, ezeket is majd meg fogjuk nézni, hogy van egy X tulajdonságunk, és akkor az X függvény megadja az aktuális értéket, a setX X pedig új értéket ad, vagy új értéket állít be az adott X tulajdonságnak. Na most nyilván ez itt követhetünk különféle kódolási konvenciókat, én most nem akarok ebbe belemenni, majd ilyen design patternökről, meg konvenciókról fogtok tanulni még nagyon sokat. Most mi követünk egyet, de lehet, hogy már kevertem is egy kicsit, mert mintha új hogy volt olyan szedget függvény, aminek gyakorlatilag ugyanaz volt a neve, csak ugye volt egy paraméter pluszba. De igazából ez most lényegtelen, látni kell azt, hogy hogy az adott függvénynek, ami adott feladatot csinál, annak minden egyes osztályban ugyanaz lesz a neve. Jó, de ezt majd odaérünk, megbeszéljük. Akkor ugye, például a színt el tudjuk kérni, itt van egy példának ez a, a Kolorita a, a, diának az alján, hogy, hogy ugye az S objektumnak a kolor függvényét hívva el tudjuk kérni azt, hogy annak az S objektumnak, és alakzatnak éppen aktuálisan milyen színe van. A setColor color függvényhívással pedig be tudunk állítani egy függvényt. Ott látjátok, hogy a paraméterben ott van, hogy blue, hát ez az első alakzatot a setColor hívással beállítja kékre. Jó. Hát ezt próbálgattuk, már nézegettük. Itt tényleg csak azt kell látni, hogy, hogy ezek a függvények minden egyes objektumunkban, minden egyes alakzatunkba ugyanazt a működést csinálják, ugyanazt, ugyanaz a funkciójuk tulajdonképpen. Jó. És ugye itt a másik, hogy a másik oldal pedig ugye az, hogy a logikailag különböző működésű függvényeknek meg legyen különböző a neve. Ugye itt példaként az eddet és az etecset hozza, hát most mondhatnánk azt, hogy, hogy mindkettővel hozzáadunk valamit valamihez, de azért ez más, hogy működik, ugye. Van egy, van egy vonalobjektumunk, itt ez az, ez az ellen nevű objektum, ez az ed függvényen hozzáadunk egy pontpárt. Ugye ez a lines objektumhoz, ezt a lines típusú objektumot, ezt ilyen pontpárokkal tudjuk bővíteni, pontpárokat tudunk hozzáadni, és ezekkel a pontpárokkal tudjuk bővíteni ezt a lines objektumot. Nyilván itt egy pontot hozzáadni nincs értelme, ugye erről beszéltünk is, mert ez nem egy polyline, vagy egy poligon, vagy ilyesmi, ezek vonalak. Jó, és akkor uh, itt például hozzáad egy ilyet. Ugye a másik az etecs, itt mondhatnátok azt, hogy hozzáadjuk ezt a lány szobjektumot az ablakhoz, de igazából ez nem feltétlenül uh, igaz. Uh, és akkor nyilván a működésbe is jön a különbség, hogy ugye az ed az az uh, ugye értékre működik, tehát uh, itt látjuk, hogy hát itt mondjuk pont nem látjuk, de az add függvény az értéket vár tehát ott egy másolás történik, ugye az etes függvény pedig egy referenciát vár, már ebben is más a működés, ugye ezeket a grafikus objektumokat nem szerencsés másolni, nem is fogjuk tudni majd, le is van tiltva a másolás, ha odaérünk, majd megnézzük. Tehát máshogy működik, más a szerepe, kicsit más, 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 másként működik, és emiatt legyen más a neve is. Jó? Ez megint csak olyan, hogy hogy az olvashatóság, a könnyű értelmezhetőség, hogyha fél év múlva egy kollégád ö, ránéz, és ö, valamint módosítania kell, akkor rögtön lássa, rögtön értse azt, hogy, hogy mi történik. Jó. Sokkal egyszerűbb. Oké, és jó. És akkor ugye fontos egységes megjelenés, erről azért fogunk kicsit részletesebben beszélni. Ugye az adataink privátak, és ezt majd meg is nézzük, hogy, hogy ne tudjuk rosszra módosítani. Ugye erről beszélgettünk, bevezetés a programozásba tárgyon ezt a, az úgy, ezt hívtuk úgy, hogy invariant, vagy hát magyarul lehet, hogy invariáns a neve, hogy az adott objektumunk legyen olyan, hogy az megfelel a, a valós világbeli másának is, úgymond. Tehát nyilván egy kör az egy kör, ö, nagyon egyszerű a dolog, ugye van egy pozíciója, hogy hol van, mondjuk legyen egy középpont, illetve van egy sugara, hogy az, az mekkora legyen az a kör. Jó? És ö, alapvetően nyilván ez a sugár nem lett negatív, hát itt például lehet, hogy próbálkozik egy ilyesmivel, nyilván ez, 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 butaság, de itt például beállítja 12-re, itt mondjuk megduplázza, ugye elkéri a rádiusz függvényel ugye a, 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 dolgot, megszorozza kettővel. Jó. Tehát igazából tényleg ennek ez a lényege, hogy ne tudjuk rosszra módosítani, és itt a set radius függvényben van egy ilyen kis hibakezelés, hogyha ez a radius kisebb, mint nulla, akkor dob valami kivételt. Na, de hát erről azért beszélgettünk. Már beprogon is. Jó. Ugye, és akkor itt van, hogy miért jó, hogy privát a, a radius? Hát ugye, azért, hogy ne lehessen így kívülről akármilyen buta értékre beállítani, és kész, csak függvényen keresztül tudjuk módosítani. Oké, okay. is. Jó, és akkor ez a private vagy public, ugye a, a publikus tagok ugye az interfész az adott osztályhoz, a, a, privát pedig csak belsőleg, tehát ilyen implementáció, vagy, vagy hát igen, tulajdonképpen az implementáció. Jó. És ugye, hogy miért jó a privát? Ugye nyilván a, miután kiadjuk, változhat azért az implementáció, és ugye itt is a, a, mi programunknál ugye azt beszéltük, hogy azért tök jó lenne, hogyha lehetne cserélni a Fultic library mondjuk másra, viszonylag egyszerűen, viszonylag egyszerűen. És ugye azért ez, ez működhet, akár meg is tehetnénk, csak kell egy hasonló hát nem is hasonló library, mert azért a legtöbb library ezek benne vannak. Azért itt, amén egy költrajzóni, minden grafikus library tud, különben elég haszontalan lenne. És ugye ezt megtehetjük, És ugye a access függvényben ott vannak ezek az ellenőrzések, azokat tényleg ugye a, a publikus tagokba ezeket ellenőrizzük, és ugye a, a privát függvényekbe, a privát részbe, ugye az implementációs részbe már tényleg csak használnunk kell ezeket a, a, ellenőrzött változókat. Jó. Oké, és ö, sok esetben előjön a könnyebb olvashatóság, ugye hát majd ma látni fogjuk, hogy a pontokat egy vektorba fogjuk tárolni, egy ilyen points nevű vektorba, és ugye nyilván ez is egy, ez, ez az, amit használunk, tehát így adunk hozzá egy pontot a, a, az alakzathoz. Alapvetően így is lehetne. Hát nyilván lehetne vitatkozni. Én inkább emellett vagyok, hogy ez olvashatóbb, egyértelműbb. ránéze a prototípusra, edda függvény neve, point a paramétere. Rögtön tudod, hogy ez pontokat fog hozzáadni az alakzathoz. Most ha erre ránézze, hogy points, meg kell nézni, mi az a points, hú, az egy vektor, jó, akkor igen, van egy pushback, de akkor az a pont az másolható, vagy akkor most nem másolható, hogy is van, nyilván másolható lesz, tehát igazából a vektorba tudjuk tárolni, de a lényeg az, hogy ez egy picit olyan zajosabb, mint ez. És nem szeretjük a zajos dolgokat, az egyértelmű, jól olvasható dolgokat szeretjük, a jól olvasható függvényeket szeretjük. Jó, ugye van ez a másik dolog, ez, hogy ez a, a sépünk az immutable, tehát az, hogy, hogy csak a szín és a stílus változhat, tehát ilyen kitöltő szín, meg szín meg ugye a vonalnak a stílusa a vastagsága. A pontok viszont nem változhatnak, tehát nem módosíthatjuk a pontok egymáshoz viszonyított helyzetét, és ugye ezért is fontos az, hogy a, a, a pontok priváttagok, hogy ezt ne tessük meg. Jó, tehát ne tudjuk így variálni, csak excess függvényeken keresztül lehessen manipulálni, és ott is csak az add függvény az, az, ami majd elérhető, de majd ha odaérünk, ezt is megnézzük. Jó. És nyilván az, hogy, hogy mondhatnánk most ezt, hogy ez ilyen egységbezárás. Jó, ez, ilyen fogalmakat szoktak mondani, hogy, hogy ugye az egyik ilyen objektumorientált szemlélet, ez az egységbezárás. Maradjunk annyiba, hogy legyen egy korrekt interfészünk, amivel tudjuk állítani az objektumunkat, az objektumunk állapotát. Ez az interfész legyen megfelelően hiba kezelve, tehát ne, ne lehessen butaságokat beállítani értéknek, illetve ha lehet, akkor ejtsük el az implementációt, ahol lehetséges, ezt írja is. Tehát a bonyolult komplex függvényeket, mint például múlt héten, ugye, a, a, amikor néztük, hogy keresztezik egymást a vonalak, rejtsük el, én még előletek is elrejtettem, amennyire csak lehet. Nyilván a forrást meg tudjátok nézni, ha szeretnétek, de a, az ilyen implementációs részletekkel ne terheljük a, a programozó kollégákat, nyilván rejtsük el, amennyire lehet. Ja. És akkor ugye van nekünk egy ilyen másik szempontunk, ez a regular interface. Beszéltünk szerintem erről is a, a Progon, a dátumosztály kapcsán, hogy, hogy, itt a típusokra nagyon oda kellene figyelni, hogy, hogy tényleg egyértelmű legyen. És akkor itt a... Hát ezeket majd még megnézzük. Alapvetően, amit eddig láttatok, hogy a legtöbb helyre ilyen pontokat, point, Típusú objektumokat kell adni, ezzel kell példányosítani. Ugye van egy ilyen alternatíva, ezt csak így fölvillantom, nem fogjuk megcsinálni, hogy ugye ezek itt most alapvetően pontok lennének, de itt földob egy ilyen lehetőséget is, hogy mi van, hogy ezek sima integerek. Jó? És akkor picit ez olyan bonyolult, majd megnézzük, hogy a téglalapot hogyan kell. Nagyon egyszerű, alapvetően az első paraméter egy pont, hogy a bal felső sarok koordinátája hol van, aztán egy szélesség, illetve egy magasság értéket kell megadni, nyilván pixelbe, hogy hány pixel széles, hány pixel magas legyen a téglalapunk. Na most ez az egyik konstruktora a téglalapnak, amit lehet használni. A másik konstruktora pedig ez. Ez tulajdonképpen két pontot ad meg, ez a bal felső sarok, ez meg a jobb alsó sarok. Jó? Hát ezekkel a paraméterekkel már le lehet írni egy téglalapot, hogy, hogy, hogyan, hogy, hogy mekkora legyen, meg honnan induljon, úgymond. Tehát ezek egyértelműek. És akkor földobít ilyen alternatívát, ami hát Hát ki, ki döntse el maga, hogy ez most mit jelent. Ugye itt látni kell, hogy ez a konstruktor ez négy darab integer paramétert vár, és akkor itt ugye nyilván, ami ami a kavarodást okozhatja, hogy, hogy akkor ez most koordináta, tegyük fel, hogy mondjuk ez a, a bal felső sarok koordinátája, mert egy pontot mindenképp meg kell adni. De akkor a kérdés az, hogy ez most a pont koordináta, ugye a jobb alsó sarok pontjának a koordinátája, vagy pedig a mérete. Mert ugye ez a kettő, ez, ez nem ugyanúgy fog kinézni. Tehát ez a két téllalap, ez nem ugyanúgy fog kinézni. Jó? Tehát ez egy 100 x 100 lesz, ez meg egy 200x300-as lesz. Jó? És akkor ugye ezt egyértelműsítettük, ha emlékeztek a dátum hogy, hogy bevezettük a hónap Innámot, illetve írtunk egy ír osztályt, itt most pedig annyit csinálunk, hogy tulajdonképpen itt egy point paramétert várunk, és lesz egy olyan verziója a konstruktornak, ahol két integer lesz, ami a méretét kéri a télalapnak, illetve lesz egy olyan, ami ide is egy pointot vár, ö, ami pedig a jobb alsó sarokban lesz, jobb alsó sarok koordinátája lesz. Szóval csak tényleg, hogy az interfésztére is figyeljünk. Látjuk, hogy mindenhol az első paraméter, az, az egy pont lesz, a második pedig hát nyilván attól függje, hogy mi az alakzat. Ugye mondjuk egy vonal második pont szerintem itt az S lemaradt, mert ez egy lány szakar lenni. Én úgy gondolom, már azt kell két ponttal meghatározni. Itt ugye a Mártnál meg fogjuk ezt nézni a borfelvezetésen, ez egy jelölés. Ez letesz egy X-et. Nyilván itt a, a karakter, amit oda teszel, az kell, hogy legyen a második paraméter, ugye a körnél pedig a középpont, illetve a sugár, hogy hány pixel legyen. Jó. De hogy az első paraméter az mindig egy pont, hogy ho, hova rajzoljuk ki. Jó, rendben van. Na, és akkor ugye kicsit beszéljünk erről a, a library-ről. Ugye hát a library ez egy ilyen osztályok és függvények gyűjteménye, amelyeket e, együtt használunk, tehát valamilyen logikai, e, valamit, valamit csinál, ami logikailag összefüggő. Hát itt a, a grafikus library nyilván valamilyen grafikus e, feladatokat csinál, ne várjuk tőle, hogy mondjuk ilyen diszkrét matek feladatokat megoldjon bennem erre van. Ugye ezek a library majd látni fogjuk, kipróbálunk azért párat. Alkalmazások építőkövei, és építőkövek további építőkövek felépítésére. Hát például ugye itt a Fultik, de ugye itt említettétek a, a Mandelbrot halmaz rajzoló programot, ott ugye a, az RGB library fogjuk majd megnézni, ezt a megbeszéljük majd. Ugye, amivel képeket tudunk, pontosabban RGB, PNG Library bocsánat. Tehát ugye a PNG Library-t arra is rápillantottunk, meg lehet, hogy kicsit jobban rá is nézünk, de például ott lesz majd jó előadás végén, megnézzük az Areciboly üzenetet, ott pedig a QT Library-t használjuk, ö, az is egy ilyen megjelenítő ö, tulajdonképpen megjelenítő library, egy igen jó ö, megjelenítő library egyébként. Jó. És ugye ezek a library valamilyen funkcionalitást látnak el, itt ennyit ír a, dia, hogy leképezi egy terület egy területét, ugye nem kell mindent csinálnia, tehát azért az, arra figyeljünk oda, hogy, hogyha egy olyan library akarunk készíteni, ami mindent tud, Hát azzal, azzal óvatosan, ugye ezért beszéltük, hogy ezek csinálnak egy-egy funkcionalitás kezdetben, és akkor szépen növekedjenek akár a programjaink, akár a libraryeink. Ha mi szeretnénk, én egy ilyet, szépen egyesével adjuk hozzá a feature-öket, mert az egy, hogy egybe mindent akarunk, mert az, az nem egyszerű. Jó. És ugye, amit mi csinálunk, az egy nagyon egyszerű kis grafikus GUI library nagyon egyszerű, mert tényleg csak a legalapabb funkciók vannak benne. Most ugye alakzatok, később majd teszünk bele gombot, meg, meg mezőt, meg ilyesmi. Jó. És ugye ez ami azért az, hogy az egy egységes library, tehát egy egy dolgot csináló library, azért ez maga után mondja azt, hogy az egyes osztályok és eszközök nem izoláltak, és emiatt azért jó, hogyha egységes stílusba is írjuk, mint ahogy mondtam például, hogy a objektumok, tehát az osztály konstruktorának első paramétere az egy pont, amivel megadjuk, hogy honnan rajzoljuk ki, ilyen formán akkor legyen egységes a, stílus. És akkor mi ja, van egy ilyen kis grafikonunk, szerintem ezt már néztük korábban, ugye hogy minden alakzatunk a shape osztályon alapul, például a poligon egy sép típus. Jó, és akkor itt mondtunk különböző ilyen fogalmakat, lehet, hogy ma is fogok még erről beszélni, hogy például itt van a, a kör, a kör az egy sép, vagy ugye a kör alaposztálya a sép, vagy ugye a sép leszármazott osztálya a kör, jó, hát ezt többféleképpen lehet mondani, ugyanezt mondom, igazából ezt kódba is látjátok, hogy, hogy így írtuk meg, így fogjuk megírni, mert a körrel még, még nem, körig még nem jutottunk el. Jó. És akkor tényleg ez egy nagyon egyszerű kis ö, ö, osztálydiagram. Még a osztálydiagramnak sem mondanám, csak tényleg, hogy lássuk azt, hogy, hogy hogyan is vannak a leszármazott osztályok. Ö, ennél azért a valóság sokkal összetettebb megbonyolultabb tud lenni. Itt tényleg csak a, a, a legegyszerűbb esetet mutatjuk meg, talán itt ilyen többszörös többszintű öröklődés csak így egy van hát kettő ugye az Open lányból, de tényleg ez csak egy ilyen nagyon egyszerű kis, kis library, hát ezt csinálgatjuk így a, a hetekben. Jó. És akkor nyilván ezt majd megnézzük kódban, de csak tényleg fölvezetés jelleggel azért jó lenne beszélni, hogy a, a shape osztály egy abstrakt osztály, ez alapvetően azt jelenti, hogy, hogy a shape Osztályból nem lehet példány készíteni, tehát shape objektumot nem fogunk tudni készíteni. Ez praktikusan azért van, mert hogy a konstruktor a, a protected, de majd megnézzük, hogy ez, ez pontosan hogy, hogy működik, mit jelent. Most legyen csak annyi elég, hogyha így szeretnénk csinál, készíteni egy shape objektumot, akkor hibát fog ö, eredményezni, tehát hibát, hibát fog mondani a fordító, hiszen a shape konstruktor az protected. Tehát nem hívható kívülről. Hasonló, mint a, a privát, tehát így a, a protektív tagok hasonlóan működnek, mint a privát tagok, azzal a különbséggel, hogy a, a leszármazott osztályok elérik az ős osztálynak ezt a konstruktorát, de ezt is majd megnézzük. Jó, beszélünk erről, a kód mindig többet mond, mint egy prezentáció. Most tényleg csak úgy röviden. Jó, és itt le is írtam, hogy csak ebből az osztályból, illetve a leszármazott osztályból használható az adott függvény vagy tag, attól függ, hogy mire gondolunk. Jó, és emiatt mondjuk az, hogy a sép egy absztrakt osztály, nem tudunk bele példán készíteni, viszont ki tudjuk terjeszteni, például itt a kör esetében, de ezt csináljuk már tényleg hetek óta, az összes többi alakzatnál ez ez így működött. Jó. Oké És akkor, hogy mit is tud a, a shape, meg hogy mi is a, a, feladata? Ugye első körben az, hogy ez az osztály, a, úgymond a két csatolja az objektumainkat. Jó? Tehát a window tudja, hogy mi az a sép, tudja, hogy, hogy, hogyan működik a sép, és ez a window teszi rá az egyes sépeket a, a, az ablakunkra és az az igazság, hogy az a jó ebbe, hogy a Windownak elég arról tudnia, hogy mi az a sép. Hiszen ha tudja, mi az a sép, akkor tudja, hogy mi a leszármazott osztálynak, mi is a, mi a leszármazott osztály. Mivel, hogy a, a kör is egy sép, a, az Open Polyline is egy mag a Rectangle is egy sép, tehát úgymond a Windownak, ami kirajzolja az objektumainkat, nem kell tudnia, az Open Polyline-ról, nem kell tudni a rectangle ről elég ha tud a Shape-ről. Ezt viszont majd két hét múlva nézzük meg, hogy ez pontosan hogyan is néz ki. De most tényleg csak legyen annyi elég, hogy, hogy mivel hogy az ablak tud arról, hogy mi ez a Shape, ezért neki bőven elég ennyi, és ki fogja tudni rajzolni a többi objektumunkat is. Jó. A shape az, ami foglalkozik a színnel és a stílussal, ugye ezt említettem már az imént, ugye a Color és a line style tagok kapcsán, ugye, hogy vannak ezek a hát emlékeim szerint privát tagok, ezeket a shape kezeli, a shape tudja, és nyilván mivel hogy a shape tud róla, ezért a leszármazott osztályok is tudnak róla, de megint csak nem szaradnék előre. Emellett ugye a shape tartalmazza a pontokat is azokat a pontokat, um, ugye, amik az alakzatot meghatározza, most legyen az téllalap, legyen az vonal, bármilyen alakzat, a sép tartalmazza, és ugye a sép tudja azt, hogy hogyan kell vonalakat rajzolni. Jó? Hát gyakorlatilag összeköti a pontokat. Mint általában bármilyen alakzatot rajzunk, alapvetően vonalakat kötünk össze, de nem grafika óra, nem terhellek vele, de nem terhellek ilyenekkel titeket. Jó. És akkor tényleg csak fölvillantanám a, a ugye itt lesz, egy, lesz, ugye a privát tagjaink, ugye a szín, a vonalstílus, illetve ugye a hozzájuk tartozó access függvények, vagy setter, getter függvények, attól függ, hogy, hogy, hogy hogyan szeretjük ezeket hívni, amivel be tudjuk állítani, illetve le tudjuk kérni az aktuális színét az adott objektumnak. Na most ugye nyilván, mivel ezek a, a -ben benne vannak, ezért ezek benne vannak a többi leszármazott osztályba is, tehát nyilván, ha itt-itt van, akkor ott van a rectangle ott van a, 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 körben és sok más egyébben. Szerencsére elég csak itt definiálni, de megnézzük majd ezt is okvetlenül. Így jó. És akkor ugye itt van, a, hogy a pontokat hogyan tároljuk, ugye lesz egy privát tagunk, ugye egy vektor, amiben a pontok lesznek, és ezzel az add függvényel tudunk hozzáadni pontokat, nagyon egyszerű, tényleg csak hozzáadjuk a vektorhoz, ugye alapesetben itt nem kell nekünk kiba kezelni, ugye a poligonnál kellene, ott viszont nem működik feltétlenül. Hát mondjuk a poligonnál pont jól működik, csak nem mindig a megfelelő ed függvényt hívjuk. Ezt majd kiavítjuk, de lehet, hogy megadom a hallgatóságnak a lehetőséget, hogy maga javítsa ki. Erről majd beszélünk laborfelvezetésen. Most tényleg csak annyi, hogy, hogy van itt nekünk egy ed függvény a sépen belül, ami szépen hozzáadogathat pontokat és tényleg csak ebbe a vektorba eltároljuk. És akkor van nekünk access függvényünk, ugye egyrészt el tudjuk kérni a, el tudunk kérni pontot, itt nagyon egyszerűen az i-edik pontot kérjük el, ugye a vektor ijedik elemét gyakorlatilag, illetve el tudjuk kérni azt, hogy hány pontunk van, hány pontból áll, ezek hasznos függvények, mert nyilván ezek kirajzoláshoz szükségesek. Jó. Oké, okay és. Na, és akkor mi van még itt nekünk? Ö, kezd már durvulni a helyzet, tényleg ez ö, majd, majd amikor megírjuk, akkor érdekesebb lehet. Ugye alapvetően a sép hozzáfér a pontokhoz, ezért célszerű, hogy ő rajzolja ki, ugye láttátok, hogy privát tag, tehát ö, nyilván hogy nem igen ö, tud ez működni. És ugye ezzel a drawlines függvényen rajzol, hát látjuk, hogy itt tényleg csak annyi történik, hogy itt a, a Fultiknek az FL line függvényével szépen pontról pontra húzzuk a vonalat. Ugye itt a... Annyi talán a, a kitétel, hogy nyilván, hogyha van vonalszín, ha nincs, akkor minek rajzoljuk, illetve hogyha legalább ö, két pont van benne. Nyilván egy pont között vonalat húzni nem lehet, tehát kell legalább két pont, és akkor itt szépen végigmegyünk, és húzunk egy vonalat. Jó. Hát ez a sémnek a dróline szögvénye, ez az alap alapeset igazából, ami, ami ö, sok esetben nekünk jó is, nyilván egy open polyline-t akarunk rajzolni, tök jó, láttuk is, hogy nem írtunk külön drawlines függvényt. Jó. Ö, viszont más objektumoknál lehet, hogy a más, máshogy kell, hogy működjön, vagy más kell, hogy csináljon, ezt nem lehet tudni. Például itt van a lines esetében, ö, Alapvetően itt ugye pontpáronként rajzoljuk ki a vonalat, ugye ha emlékeztek a gridre, ott ugye egy ilyen lines sok-sok vonal volt, tehát nem pontról pontra haladtunk és rajzoltuk meg a, a vonalakat, hanem pontpárok között rajzoltunk vonalakat. És ez azért már logikailag egy más drawlines működés, tehát hogy kell nekünk ezt a drawlines elkészíteni, ugye ezt meg is kellett írnunk külön, és itt látjuk, hogy pontpáronként rajzoljuk ki, tehát pontpárok között húzunk vonalat. Jó? És emiatt egy kicsit ez a draw más, máshogy működik. És majd látni fogunk ma csomó egyéb draw lines függvényt, ami máshogy működik, még a végére meg is fogjátok unni, olyan sokat fogunk készíteni. Jó. És akkor ugye nyilván itt a, a rajzolás kapcsán jön elő, hogy ugye a sépen belül van egy drófüggvény, ami, hát, hogy hogyan is kéne, hogy működjön. Nyilván itt a draw függvény már az egész alakzatot kirajzolja, tehát nem csak vonalat rajzol. És ugye itt nyilván a sépen belül, mivel hogy tudjuk a színt, tudjuk a vonalstílus, tudjuk a pontokat, ezért ezek alapján kell nekünk kirajzolni az egész alakzatot. És tulajdonképpen a drófüggvény lesz az, ami majd a magát az, alakza, az, egész alakzatot ki fogja rajzolni. És hát mi kell -e ez, és itt szépen ilyen step by step be van írva, hogy ugye meg kell nézni, hogy van-e szín, milyen szín van beállítva az adott alakzatra, milyen vonalstílus, esetleg kitöltés van-e, tehát ilyen szín és stílus dolgokat Utána meg kell hívnunk ugye ezt a drawlines függvényt, ami ugye specifikus az adott alakzatra, és itt, itt, itt majd egy lényeges pont lesz ez, hogy a, az adott alakzatnak a drawlines függvényét kell hívnunk. Üm, ugye nyilván, ahogy mondtuk is, máshogy rajzolunk ki lines-ot, tehát egy gridet, mint egy rectangle vagy egy kört, vagy egy szöveget, ami egy érdekes sép, de azt is valahogy ki kell rajzolni. Jó? És hogyha ez megvan, hogyha a drawline szépen meghúzogatta nekünk a vonalakat, akkor majd a hát ilyen Fultic Library sajátság, ezt tényleg csak zárójelben mondom, vissza kell állítanunk az alapértelmezett színt és az alapértelmezett vonalstílust, mert a Fultic Library így működik. Jó? Ami a lényeg, hogy ez a draw függvény lesz az, ami végül a teljes alakzatot a megfelelő színnel, megfelelő vonalstílussal, megfelelő kitöltéssel, ne Isten megfelelő betűtípussal, ki fogja rajzolni, el fogja végezni a rajzolást. Jó. És akkor ugye egy, egy kód részletét, hogy, hogy tényleg ezt is meg fogjuk majd nézni, hogy ugye az, hogy a, nyilván a színkezelést elvégezzük, megcsináljuk azt, hogy, hogy tényleg jó, korrekt legyen a szín, és itt van ez a, ez a draw hívás, és itt a lényeg az, hogy a megfelelő DrawLines függvényt hívjuk, ugye az adott objektumra megfelelő DrawLines függvényt. Na most nyilván itt látjátok azt, hogy, hogy a Shape osztály Draw függvényén belül vagyunk, ugye? Látjátok, hogy itt a shape a draw belül vagyunk, hogy hát akkor hogy, hogy lehet az, hogy én látom innen mondjuk a leszármazott kör osztálynak a DrawLines függvényét, és ezt fogjuk majd úgy hívni, hogy egy ilyen virtuális hívás, tehát egy virtuál call megbeszéljük, a lényeg itt most tényleg az, hogy tudni fogja azt a, a hívó oldal, hogy melyik drawlines függvényt kell hívni. Hogyha az objektum, amit ki akarunk rajzolni, az egy kör, akkor a körnek a drawlines függvényét fogja hívni, hogyha egy rectangle, akkor a rectangle drawlines függvényét. És így tovább. Jó, de fogunk beszélni a virtuális függvényhívásról, mert azért az nem egyszerű. Nem egyszerű. Jó. Öm. És akkor ugye itt pár ilyen példa, hogy, hogy ugye a shape osztályban lesz majd egy ilyen, lesz egy drawlines függvény, ugye ezt az imént láttuk, ami tényleg csak pontról pontra húz egy vonalat, tényleg a nagyon egyszerű, ezt majd egy ilyen virtuál szóval el kell látnunk, odaérünk, átbeszéljük, és akkor innentől kezdve a circle osztályban a drawlines kört fog rajzolni, a text a drawlines pedig textet, tehát szöveget fog rajzolni tulajdonképpen. Jó. Hogy miért van ez? Azért, mert ugye a circle és -e a text, és az összes többi az a shape osztályba származik, tehát a shape az ősosztálya, és a, a shape ősosztálynak a drawline függvényét úgymond felül definiálja, felül írja, override -olja, hogyha ha úgy akarnám mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy kell. Elnézést kérek, néha így a magyar fogalmakkal kicsit kavarodok, de az angol az override. Jó. De szerintem felül a becsületes magyar neve. Oké. Okay. Jó. Ugye, amit még érdekes lehet majd ugye az az függvény, hogy hogy pontosabban itt a a, a függvény kicsit rossz helyre mutat a nyíl. Az ad annyira nem izgalmas, hogy ugye tényleg itt is protected-ként lesz. Tehát csak ugye a a leszármazott osztályok hívhatják. De tényleg megnézzük majd ezt. Szerintem ez már nem feltétlenül olyan, olyan, olyan érdekes, de, de átbeszéljük okvetlenül. Uh -huh. magyar magyarul felülírás? Uh -huh. Hát akkor legyen felülírás. Köszi a javítást, de lehet, hogy laborfelvezetésre megnézem, mert van itt egy magyar programozás könyv, és akkor majd abba rápillantok. Jó. Na és akkor innentől kezdve már van egy ilyen kicsit teljesebb display modellünk, hiszen azért látjuk, hogy azért, azért látjuk egy kicsit, hogy bonyolódik a helyzet. Ugye nyilván van itt a display engine ami hívja a draw függvényt, nyilván valamit, valami ablakot rajzolni kell. Um, és ugye az ablak hívja ugye a draw uh, függvényét, ugye a shape osztálynak a draw függvényét. Jó? Ez fontos, hogy ma csak a shape osztályban lesz draw, de majd ha odaérünk, ezt átbeszéljük. És ugye a draw lines hívás pedig a megfelelő uh, osztálynak a draw lines függvényét hívja. Nyilván, hogyha körünk van, vagy textünk van, akkor ugye az adott uh, leszármazott osztálynak a draw lines fogjuk használni, az fogjuk, uh, azt fogjuk hívni. Jó. És akkor így már egy picit teljesebb talán a kép, hát még az én még így is eléggé móricska rajz, de már azért egy kicsit, kicsit jobb. És ugye a, a, a etecs hívás lesz majd az, ami tulajdonképpen megcsinálja ezt, de ez majd jövő heti téma, ugye, a, sőt két hét múlva lesz ez a téma, amikor a gui, GUI-t nézzük meg már konkrétan. Jó. Hát itt most egy nagyon rövid nyelvi háttér, ugye nem igazán szeretem az ilyen language tehát az, ezek a, hát azok, akik nagyon sokat szeretnek rugózni az ilyen nyelvi dolgokon. Picit beszélünk azért róla, de ez alapvetően inkább Pro lenne, de de beszéljünk egy kicsit róla, és akkor hogy a OOP-nek a ez a névszerű definíció, ugye ez a inheritance, a runtime polymorphism, meg az encapsulation. Ugye az inheritance, ez az öröklődés, ezt azért nézegettük már, hogy, hogy ugye a örökli a tagokat, tulajdonképpen a, a leszármazott osztály, az ősosztály tagjait örökli, és akkor ott megjelennek lehet használni. Ugye beszéltünk az encapsulationről, ami Hát lehet, hogy már egy kicsit megfoghatatlanabb, hogy akkor hogy is zárjuk egységbe a, a, a típusainkat, osztályainkat. Ezért is nem szeretek róla úgy különösebben ö, ö, filozofálni, mert inkább filozófikus. De ez is egy. A másik pedig ugye a runtime polymorphism, vagy úgy is szokták mondani, hogy dynamic dispatch. Ezt már magyarul végként nem tudom nektek elmondani. A lényeg az, hogy ez, amit beszéltünk, ez a virtuális, ez a drawlines függvényhívás, ezt hívjuk ilyen runtime polymorfizmnek, hogy mindig az adott objektum drawlines függvénye fog hívódni. Jó, és ez mindig futási időbe dől el, tehát futási időbe fog eldőlni az, hogy az a konkrét sép, aminek a drawlines függvényét kell hívni, az most egy uh, kör, vagy egy text, vagy egy akármi más. Jó, ezt hívjuk hát polymorfizmnek tulajdonképpen. Egy, hát a runtime polymorfizmnek, mert van másfajta polymorfizm is. Jó, és akkor a másik út ugye mondhatjuk ezt az encapsulation ugye itt példaként hoz, itt a protected, ugye a shape constructor az protected, vagy ugye a, a pontokat privátként tároljuk. Igazából ez így szerintem rendben is van. Jó, és akkor itt a osztályhierarchia, ezt már néztük, de ez tényleg csak ilyen nagyon sematikus, mert ezt igazából így jobban kellene. Tehát oda a tagokat is oda kéne tenni. És akkor ezt írja, hát lehet, hogy van egy ilyen gyakorló feladat is a könyvbe, hogy hogy egy ilyen hogy készítsünk egy olyan programot, ami kirajzol egy ilyen osztálydiagramot. Hát nem egyszerű, de ott valami mire kell gondolni. Nyilván a, a, a leszármazás együtt. Tehát ide mondjuk az Open Polyline tagjait ami lehet, hogy nem is nagyon van, tehát a drawlineson kívül, de mondjuk a körnek biztos, hogy van sugara, tehát az egy olyan tag biztos van, ami a sugarat tárolja, illik odaírni a tagokat is. Jó, és akkor úgy lesz igazi osztálydiagram, de ne problémázunk ezen, nem nagyon használjuk már ezeket az osztálydiagramokat. Ha valaki, mit tudom én, ilyen falat kidekorálná, nyomtasson egyet, amúgy nem néz ki rosszul némelyik, de Különösebben nem foglalkozunk ezzel. Jó. És akkor ugye kicsit ö, beszéljünk erről az Object layoutról ról és ugye amit beszéltünk, hogy a, a leszármazott osztályodat a gécsre hozzáadódnak a, az alaposztály végéhez. Ugye látjuk itt a shape hogy ugye van a point a line meg a line style tag, és ugye a kör gyakorlatilag annyival több, hogy itt egy, egy sugár hozzáadódik, ö, és ugye ez ennyivel egészül ki, hát valami ilyesmit képzeljétek el, de ez is egy nagyon leegyszerűsített dolog, de tényleg így alapvetően így kell elképzelni. Jó. És akkor, hogy, hogy mi is tulajdonképpen ennek a, a, az, az előnyei, illetve így a, a, az öröklődés, vagy a, az interfész öröklődés, hogy ha van egy függvényünk, ami sépet vár, az bármilyen sépből származtató egy fogad, hát ezt alapvetően sép referenciával illik megoldani. Már csak azért is, mert az érték szerinti másolás az okoz bonyodalmakat. Fogunk róla beszélni, hogy, hogy miért nem szeretjük így az érték szerinti átadást. De referenciával, meg majd pointerrel, meg majd unique pointerrel működni fog. Most egyelőre tényleg csak vegyünk egy olyan példát, hogyha van egy függvényünk, aminek egy sép preferencia kell, az mindenféle sépből származtatott osztályt fog fogadni. Nézzünk már egy egyszerűsített példát is. És ez azért, ha belegondoltok, nagyon-nagyon leegyszerűsíti a, ezeknek a függvényeknek a használatát. Például ott van nekünk ugye egy, egy függvény, amivel objektumokat kell rajzolni, tehát alakzatokat kellene rajzolnunk. És nem akarjuk megmondani azt, hogy egy körrajzoló függvényt írjunk, vagy egy téglalap rajzoló függvényt írjunk, hanem írjunk egy séprajzoló függvényt, ami mindenféle sépet kirajzol. Hát most gondoltuk bele, lesz, lenne, hát szerintem lesz 15 féle alakzatunk, most akkor 15 különböző függvényt kéne írni. Hát az nem túl praktikus. És ez nagyban leegyszerűsíti a használatot, tényleg nagyon leegyszerűsíti. Jó, és emellett pedig e, tudunk egy olyat is e, mon fölhozni mellette, hogy, hogy tudunk újabb sérüléből származtatott objektumot készíteni, e, és nem kell módosítanunk a korábbi kódokat. Ugye, és ez nagyon fontos a programozás egyik szentgrálja, hogy ne kelljen módosítani a régi kódot, hanem ha csak hozzáadunk valamit, akkor az működjön különösebb módosítás nélkül. Jó. Emellett ugye, amit mondtunk, hogy, hogy öröklődik az implementáció, tehát amíg ilyen, ilyen draw lines van, vagy ilyesmi, nyilván, hogyha nem kell speciális működés, akkor ott van, vagy ott az add függvény, ami tényleg minden objektumban ugyanúgy működik, legfeljebb pontpárokat adogatunk hozzá, ez megint csak leegyszerűsíti az implementációt, és, és tényleg csak egy helyen kell módosítanunk, ha valamit változtatni akarunk és ez meg a másik szentrája ugye a programozásnak, hogy ha lehet, akkor nem ne módosítsuk a korábbi kódot, de hogyha mégis kell, akkor legfeljebb egy helyen. Jó, és akkor ez, ez már tényleg egy szuper, szuper kényelmes fejlesztési ciklust ad. Menjünk tovább. És nézzük meg ezt a excess Modellt. Hát ez csak be van ide dobva. Alapvetően szerintem ezt már, ezt már azért tudjátok. Eddig a Protectedről nem volt szó korábban. Ugye a publikus tagokat mindenki eléri, a, a privát tagokat ugye csak a, a, az osztály tagjai érik el, de a, a többi tagot is nyilván elérik az osztály tagjai. Tehát adott osztályon belül elérjük a publikus, a Protected és a privát tagokat is. Ugye a, a, a privát és a, a pontosabban a Public és a, a protected tagokat pedig csak a leszármazott osztály, illetve a saját ö, osztály látja, hát egyszerű egyébként, ö, ki kell próbálgatni, most meg is fogjuk nézni egyébként, hogy konkrétan ezek hogy működnek. Jó pár ilyen apró megjegyzés még így az előadás végére, hogy tudunk ilyen pure interfészeket, illetve ilyen pure virtual functionöket készíteni. Ezt ezzel a egyenlő nullával jelezzük, hogy ezt a increase függvényt, ami itt van, hogy muszáj definiálnunk a leszármazott osztályokban, ez, Ilyen is van. Erre most szerintem olyan különösebben ilyen használati példát nem fogunk nézni. Valamikor ez, ez jó, ha, ha működik, jó, ha van ilyen, jó, ha jelezzük, de most ezt nem fogjuk megnézni. Tényleg csak megjegyzés. Akkor a másik ugye a, a virtuális destruktorok. Pontos, pontos mindenképp, a, hogy, hogyha... Megkerülünk, hogyha van egy ö, ős egy abstrakt osztályunk, amiben várhatóan fogunk valamilyen ilyen memória kezelést csinálni, lásd be vége, akkor legyen virtuális ö, destruktorunk, hiszen tudnunk kell azt, hogy hogy, ö, hogy mi a tehát mindig az adott objektumnak a destruktorát kell hívnunk, az adott típusnak a destruktorát. Jó? És akkor élik virtuálisra állít, sőt, hát kötelező virtuálisra állítani a destruktort. Emlékeim szerint még a, itt éppen szóba került a chatbe a Traffic Simulator, még ott lehet, hogy van is egy ilyen hiba, hogy, hogy, az egyik ősosztálynak a destruktora nem nincs virtuálisra állítva. Fontos rész, hiszen, hiszen tudnunk kell, hogy, hogy melyik objektumnak a destruktorát kell. Jó, és akkor itt csak tényleg, hogy a szemantikát is nézzük, látjuk, hogy itt egy ilyen engine struktúrát készít, mondjuk ilyen elektromos motoroknak egy interfészt, itt próbálja példányosítani, de nem lehet, nyilván, mert, 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 mert abstrakt osztály, bár itt ez mondjuk éppen nem látszik. De mondjuk nullára van állítva, hogyha akkor valószínű. Tehát e, itt próbálná példányosítani, de itt már egy konkrét e, típust jelez. Enyhe íráshibákkal ezért elnézést, e, és akkor itt már van egy ilyen publikus konstruktorunk, meg esetleg ilyen, ilyen valamilyen hekkelő függvények, és akkor itt már ezt tudja is módosítani, és hogyha itt belül van valamilyen memóriakezelés, amilyen, tehát a hípen van memóriakezelés, vagy valami pointer, vagy ilyesmi, akkor itt a, a, destruktor már működni fog, mivel hogy az ős osztályba virtuális van, van állítva, ezért ha úgy használjuk, akkor a megfelelő destruktor fog hívódni, tehát a megfelelő, megfelelően fog felszabadulni a memória, vagy bármilyen egyéb erőforrás. Jó. Említettem azt, hogy, hogy a másolással eh, vigyázni kell. Leszoktuk tiltani így a, a, a másolást, hát ilyen esetben nem is biztos, hogy, hogy van értelme, hogy, hogy másolgassuk a, az objektumainkat. Ugye alapvetően eh, ezzel az egyenlő delete... Eh, Részre szoktuk jelezni azt, hogyha le akarjuk tiltani ugye itt a másoló konstruktort, itt meg a másoló értékadást. Általában az absztrakt osztályok tipikusan nem másolhatók, ugye a leszármazott osztályok pedig hát odafigyelve, meg, meg hát nem feltétlenül jó ötlet, maradjunk annyiba ugye, és akkor nyilván ezek ezek nem fognak működni. Tehát itt a, itt a másoló konstruktor, itt meg a másoló értékadás, ezekben az esetekben akkor akkor nem fog működni, írja, hogy deleted. Jó, hát ezt régen simán csak privátként beállítottuk, igazából privát tagok voltak a másoló konstruktor is, meg a másoló értékadás, C++11 óta van ez az egyenlő delete, igazából tetsz tetszőleges, hogy hogy mit szeretnétek, hogy hogyan szeretnétek. Mi most le fogjuk tilteni mégpedig a, a delete-tel. Jó. Oké, és jó, ö, technikai dolog, fogunk róla beszélni, megnézzük majd egy példát is. Ö, ferül definiáláshoz szükséges, hogy ö, virtuális legyen a függvény, ugyanaz legyen a neve, ugyanaz legyen a típusa. Ö, Ugye az, hogy uh, itt van egy kis példa, hogy van itt ez a F1 függvény, hát nem virtuális, nem fogja felül definiálni. Uh, van itt ez a B osztályunk, annak van egy leszármazott D osztálya. Uh, F1-et nem fogjuk tudni felül definiálni, mert nem, nincs virtuálisra állítva. Tehát ez a két F1, ez nem ugyanaz az F1. Jó. Akkor itt van nekünk már egy virtuális F2 függvény, amit itt megpróbálnánk felül definiálni, viszont hát nem ugyanaz, mert látjuk, hogy itt karakter a paraméter, itt meg integer, más a szignatúra nem fogja felül definiálni. Jó, tehát ez egy másik függvény. Akkor itt van ez a harmadik, itt mondjuk már azonos a név meg a típust, viszont itt a konst az itt van, itt pedig nem konst, konstkorrektség miatt az is elvárt, hogy a függvény, amit, ami fel, amivel felül akarom definiálni, ugyanúgy konst vagy nem konst legyen. Ha hiányzik, nem fogja felül definiálni. De például itt van egy F4 függvényünk, és ez már, ez már felül fogja definiálni, tehát ez már itt akkor rendesen fog működni. Erre nézzünk majd egy példát. Erre majd nézzünk egy példát. Most még egyelőre nem e, akarnék belemenni, de majd egy kis egyszerű példát meg fogunk nézni. Jó. Oké, és egyébként van egy kulcsavunk, cool ez az override, tehát, hogyha van egy leszármazott, osztályunk, de, deklarálunk, definiálunk egy függvényt, és a név után oda, utána dobjuk, hogy override, ezzel tudjuk csekkolni, hogy biztos felül fogja -e definiálni, mert egyébként nem fog hiba üzenetet írni, tehát itt semmiféle hiba nem lesz, ez egy másik függvény. Kész. Tehát az egy más, másik függvény. Itt viszont, hogyha utána dobjuk az override kulcsot, akkor hibát fog jelezni, hogyha valamiért, valamiért nem definiálja fölül. Hát itt ugye nyilván az mert nem virtuális, és az egyéb okok miatt, tehát itt fordítás hibát fog jelezni nekünk, hasznos egyébként. Ha fölül akarjuk definiálni, így utána a override. Ez ilyen self-check, hogyha esetleg valamit elvaxolunk, eh, akkor, akkor lássuk. Jó, eh, nyilván itt akkor fordításiba lesz, itt viszont nem, mert itt fölül definiáljuk. Oké. Okay. Jó, és akkor, hogy eh, mi kell itt a, az override-hoz, vagy a felül, felül definiáláshoz, eh, felülíráshoz, hogy eh, kell egy referencia, eh, vagy egy pointer? Tehát referencián vagy pointeren keresztül tudjuk felüldefiniálni. Hát itt most nem függvény paraméterként használjuk, de itt látjuk, hogy csinálunk egy D1 objektumot, és ugye mivel hogy a D az egy B, így a D1 egy B referencia lesz, tehát látjuk, hogy itt egy B referenciát akarunk állítani D1-re. Mi a referencia? Új név ugyanarra az objektumra. Jó, emlékezzünk, ugyanaz az objektum, csak más néven hivatkozunk rá. És látjuk, hogy ez a B referencia típus, ez simán ráállítható D1-re, hiszen a D1 egy D típusú objektum, a D, D pedig B. Jó, tehát a D ez egy B, a D1 egy B. Emiatt a D1 tulajdonképpen egy B, tehát rá tudunk állítani egy B referenciát. Jó. És akkor innentől kezdve már tudjuk hívni a, a, a B ref referencián keresztül az F4-et. Most az, hogy az mit csinál, az teljesen mindegy de ez így, ez így működni fog, hiszen itt akkor, ha az F4 az egy virtuális függvény, akkor felül fogja, tehát akkor nyilván a D-nek az F4 eh, tagja fog hívódni. Jó. Ugyanígy pointerekre, ha a pointerekre nem emlékeztek, akkor eh, nézzétek át devprog vége. Eh, pointer is ugyanígy működik, ugye a D1 az egy eh, D, ugye a D az pedig egy B-típus, így D1 az egy b -típus példány tulajdonképpen, D is és B is, ezért tudunk ráállítani egy B pointert, jó, tehát egy B pointert tudunk ráállítani a, a D1-re, ugye ezzel a címképző operátorral, vagy address operátorra operátorral elkérjük a D1 objektum címét, ráállítunk egy rettenetes pointert, és innentől kezdve ugyanúgy tudjuk hívni, mint a referencia esetében, csak ugye pointerné nyilat használó, nem pontot, és hogy itt az F4, az ö, ugye a B-nek az F4-ét fogja hívni, D-nek, bocsánat, D-nek az F4 függvényét fogja hívni, feltéve az F4 függvény virtuális. Jó, és hát override-ol, tehát ezeknek az elveknek ö, megfelel. Jó, na és akkor az előadás ennyi volt pontosabban a prezentáció. Úgyhogy a prezentáció kapcsán köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket, de nem menjetek sehova, mert rögtön kezdünk programozni. Nézzük meg a shape e, tényleg, és akkor egyrészt e, csinálunk egy nagyon egyszerű kis e, interfészt hozzá, e, illetve majd nyilván egy-két függvényt megint csak kívül kell megírnunk, ugye, mert azért a, a full ticket megint itt el kell érnünk, illetve használnunk kell. Úgyhogy, úgyhogy nézzük is meg. Ugye, hát nagyon egyszerű dolgunk van. Ugye itt simán csak írjuk a, a sépet. Itt a class, ezt class írjuk, majd megírjuk a... Megnézzük, hogy, hogy, a, hogy miért struct módon terjesztettük ki, tehát és az, hogy ez, ez, ezek itt milyen struktok, miért nem klasszok. Mindjárt kitérünk rá. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen tagjai vannak. Ugye van, ahogy említettem, egy vektor tagja, amiben a pontokat fogjuk tárolni. Ugye ez a sima kis points vektor. Aztán lesz egy olyan tagja, ahol a színt fogjuk. Hát ez legyen ez a elkolor. Emlékeim szerint így hívják, de ringyel a... Aha. Igen, elkolor nagy rosszat írjak. És ez tulajdonképpen ez lesz a, a szín, a vonalnak a színe. Most alapvetően ezt ö, szerintem állítsuk be ilyen, ilyen sima ö, default értékre. Ez alapvetően annyit csinál, hogy elkéri a fulltinknek az alapértelmezett szín értékét, alapértelmezett szín beállítását. Jó. Ahogy mondtam, tényleg adjunk ö, alap, alapértelmezett értéket a, a, a tagoknak akkor legyen egy line style, változunk, ennek LS lesz a neve, és ezt meg simán nullával tudjuk inicializálni, szerencsénkre, és még kell egy fill color, ugye a kitöltő szín, hát ezt pedig simán invisible-re mert alapvetően szerintem az a jó, hogyha nincs kitöltő színünk, akkor legyen kitöltő színünk, ha kérjük. Egyébként ne legyen. Na, ezek a tagjai a, az osztályunknak. Igazából szerintem ezekhez e, már írhatnánk is e, majd ilyen szedget függvényeket. úgyhogy akkor írjuk is e, néhányat. Hát, amit csak így iniciálisan bedobok ide, mert ezeket majd kívül fogjuk megírni. Legyen egy dró függvényünk ami majd a rajzolást fogja végezni. Erről beszéltünk egyébként, meg fogjuk nézni. Akkor legyen egy move függvényünk, és ezt már virtuálisra fogom állítani, mert ugye azért nem mindegy, hogy bizonyos objektumokat hogyan mozgatunk, és ugye legyen két paramétere, úgy mennyivel mozgatjuk, legyen egy DX meg egy DY. Szerintem ezt is majd megírjuk kívül. Ezek végül is a kicsit bonyolultabb részei a programnak. És akkor most jönnek a, a setGet függvények, amivel ezeket tudjuk lekérdezni, meg állítgatni. És akkor én most próbálom követni azt, hogy a az előadásban is volt. Ugye legyen először egy ilyen set color, set color függvényünk, amivel be tudjuk állítani a objektumnak a színét pontosabban a vonalnak a színét, mert hogy itt a elkolort fogjuk állítani, és legyen egy olyan, amivel ezt el tudjuk kérni. De ugye az elkolort, ugye az elkolort tudjuk ezzel elkérni. Jó, akkor legyen egy set stylunk, amivel stílust tudunk állítani. Hát itt egy line style objektum kell. És ezt a lokális elest állítjuk be erre a line style-ra. Legalábbis reményém szerint. Akkor legyen ehhez egy getter függvény, amivel elkérjük a style -t. és csináljuk meg ugyanezt a félkolóra is, tehát a kitöltő színre. Csak itt ugye a Hát kell itt nekünk állítani most a átlátszóságot, szerintem nem. Ezt majd állítjuk kint. De majd meglátjuk, meglátjuk, szerintem az itt nem fog kelleni. Legyen egy, amivel elkérjük. Jó, rendben van. És akkor nem ártana a pontokat is, ö, tudnánk lekérni. És akkor ö, legyen egy ilyen point tagfüggvényünk, amivel az i-edik pontot le tudjuk kérdezni. Tehát vissza tudjuk adni a i-edik a pontot. Simán itt használjuk a, ugye a vektornak ugye a access operátorát, igazából ennyi. Meg ami kéne, ugye a number of points. Ez is egy sima get függvény. És itt pedig a points.size, ami kell nekünk, csak hogy lássuk, hogy lánypontunk van. Csak ezt kasztoljuk intre. Mert szerintem ez a size függvény valamilyen más típust ad vissza. Technikai dolog, nem olyan érdekes, intre kasztoljuk. Jó, hát ezek a alapszedget függvények, tényleg csak, hogy a tagokat tudjuk álligatni meg lekérdezni. Ezeket majd hamarosan megírjuk, és akkor itt pedig, ö, ahogy néztük is, hogy ne lehessen ö, másolni, akkor letétjük a másoló konstruktort és a másoló értékadást. Ugye ezzel a Másoló konstruktort, itt pedig, hát, egy shape referencia, persze, shape referencia, és ezt is letiltjuk. Na, csak le tudom írni. Jó, hát ez tényleg csak technikai, csak hogy ne gond. Ugye, hogyha van másoló konstruktor, már pedig mondjuk már mint hogy nincsen másoló konstruktor, akkor itt a másolás kapcsán a destruktort azt ne felejtsük el. És akkor itt már is eh, állítok egy virtuális destruktort, amit majd fogunk tudni használni. Nyilván csak üres testel, mert eh, itt a szépen belül nem fog semmit eh, csinálni. Igazából majd a az image ö, lesz itt az érdekes, image lesz az érdekes, és majd ott, ö, ott fogjuk egy kicsit jobban megnézni. Na, hát ennyit a publikus tagokról, meg ugye a nem tagokról, és akkor nézzük meg a protected tagokat, amik ugye majd. Ö, itt az öröklődés az osztályhéjáról kapcsán lesz érdekes. Hát először is legyen protected, ugye a, a default konstruktor. Default Definiáljam, ne csak deklaráljam. Ugye legyen egy inicializáló listás konstruktor. Ugye, tehát hogy pontok listáját is ö, tudjuk kezelni. De ha már mondom, hogy pontok listáját, akkor írjam is úgy, hogy pontok listáját. Jó, ez nagyon fontos. És ezt szerintem másoljuk, mert úgy a tuti. És akkor itt igazából, uh, itt igazából csak annyi lesz, hogy ezeken a pontokon szépen végigmegyünk. Na. És hát ezt akkor kicsit ideírom, hogy lássátok és hívjuk az add függvényt, ami még nincs kész, de majd hozzáírjuk a hozzá, mindjárt megírjuk, ami csak hozzá, ez az add függvény csak hozzáadja a points vektorhoz, a listába szereplő pontokat. Jó, jöjjön az add függvény, aminek ugye egy point paramétere kell, hogy legyen. És itt jön az, hogy, hogy igazából csak nyomunk egy ilyen points pushback p-t, és ugye ezzel egy picit elrejtjük itt az implementációt. Tehát ugye ide ki is, ki, kintre is kihozhattuk volna, hogy egy pushback p, de mindegy, így szerintem egyszerű, használjuk az függvényt, mert egyértelmű. Akkor legyen egy ilyen setpointunk, Nem hiszem, hogy ezt fogjuk használni. Emlékeim szerint ez, ez a programunkban nem is nincs is benne, mármint, hogy nem próbáltuk ki. Hogy be tudunk állítani egy pontot pére. és így akkor az iedik pontot tudjuk átállítani B-re. És mi van még? A Drawlines, így van. Jó, tehát itt még a Drawlines kell nekünk. Ezt is majd kint megírjuk, és ne felejtsük el, hogy ez is virtuális. Jó, Ugye azért mert ezt majd ö, felül override-olnia kell a, a hívó félnek. Jó. Hát úgy nagyjából szerintem rendben is vagyunk. Szerintem rendben is vagyunk. Viszont ezt a pár meg kell írnunk. Tehát ezt ne felejtsük el. Ugye a draw a move illetve a draw -t. Hát az első kettő az itt azért egyszerű lesz akkor most ez következik. Nézzük a Draw Lines-t. Ugye, hogyan rajzolunk egy egyszerű sépet? Hát itt csak pontról pontra megyünk és összekötögetjük. Igazából ez szerintem, tehát ugye a sépet nem is tudunk létrehozni, ezért Protected. Tehát a Draw Lines azért van Protectednél, mert ugye sép példányt úgyse tudunk csinálni, akkor minek rajzoljuk ki, viszont kelleni fog, hogy a leszármazott osztályok tudják hívni, és alapvetően ezt azért tesszük ide, és azért adunk itt egy implementációt, hogyha ha semmi bonyodalom nincs, tehát nem, nem igényel valami speciális vonalrajzolást az adott, adott alakzat, akkor ezt tudjuk használni. Jó, és ezért van itt a protected részen. Tehát adunk egy, egy alap Vonal rajzolt, amit ugye emlékeztek, a Open Polyline-nál, meg Close Polyline-nál is használtunk. Jó. Ugye szokásos szín lekérdezéssel indult, tehát nyilván csak akkor rajzolunk, hogyha ha látható, illetve csak akkor, hogyha ennél több pontunk van. És itt már használhatjuk a Hát, hát használnánk a Number of points e, Igazából használhatnánk a Points.size-ot point is, de ha már van ez a Number of Points függvényünk, e, itt akkor használjuk ezt. Én azt javaslom. Tehát, hogyha van, tehát, hogyha látható színünk van, illetve több, mint egy pontunk, akkor egész egyszerűen csak végigmegyünk a, a pontokon, semmint Number of Points és szépen haladunk pontról pontra, és hívjuk az FL line függvényt, ami ugye a vonal kirajzoló függvénye, és ugye a point taggal, hát, hívjuk a, hát nem, nézzük akkor meg a, a pointot, miért is ne, csak hogy, hogy lássuk ezt is, hogy ez is működik, ugye a első pontnak az x-e, aztán az első pontnak az y koordinátája, és ugye az aktuális pontnak az x-e meg y-ja. Így. Jó, hát tényleg lekérdezhettük volna a point taggal is, vagy point taggal is, ugye? Igazából mindegy. Itt használtuk a number of points-ot, lekérhettük volna ugye a points.size-ot. Csak tényleg mutatom, hogy így is jó, meg úgy is jó. Döntsétek el ti, hogy, hogy nektek melyik a szimpatikusabb. Jó, ami itt történik, hogy vonalakat rajzolunk pontok közé, és szépen pontról pontra haladva húzunk egy vonalat. Nagyon egyszerű. És remélem, hogy jól is működik, de majd kipróbáljuk. Jó. Oké. Na. Akkor nézzük a következőt. Ez pedig a move lesz. Bocsánat, itt elfelejtettem a kópot, hogy melyik drawlines akarjuk. Ne felejtsük ki, hogy ez a shape a drólányza, Ez pedig a shape a move függvénye lesz. És ugye itt már kell paraméter, tehát hogy mennyivel mozgatjuk el. És ez már néven nem konst függvény, mert módosítjuk a az objektum állapotát. Jó, és akkor e, itt szépen annyit csinálunk, hogy minden egyes pontot elmozgatunk dx el és dy-nal. Hát akkor csináljuk ezt. Itt most akkor használom a points.size-ot, point ezából tényleg, e, tényleg mindegy bár mondjuk szerencsésebb lenne tényleg konzekvensen, de legyen így. És akkor vegyük a points ix e. et és ezt mozgassuk el dx-el, a points iy e. t pedig mozgassuk el dy-nal. Jó, hát ugye a sépen belül vagyunk, tehát a points az, az látható, és akkor itt, itt mozgathatjuk. És ennyi lesz a move, és ezt a move-ot uh, fogja használni majd emlékeim szerint mindenki. Tehát a leszármazott osztályok is ezt hívják, mert már tök jó, szerintem nem kell bonyolítani. Jó. Na menjünk tovább, uh, és akkor ami még itt van nekünk a draw, és alapvetően ez lesz a, a lényeges, hogy itt séptek a draw függvénye hogyan is néz ki ez is egy const függvény, csak simán használjuk az objektumot. És akkor alapvetően itt jön az első körbe az, hogy a, eltároljuk az, aktuál, az alapértelmezett szint, és akkor beállítjuk, tehát itt a színnel manipulálunk, amit ugye ilyen futik specifikus dolog. Először is eltároljuk a, a, az aktuális szint, hogy majd ezt, bocsánat, a FL Color taggal, vagy hívással, hogy ezt majd vissza is állítjuk az alapértelmezetre, mert hogyha nem adunk meg szint, akkor mondjuk a többi objektumnál nem adunk meg szint, akkor az alapértelmezett színnel kell majd elkészítenünk. Egyébként viszont ugye beállítjuk a felkolort, arra a színre, tehát a shape a színét, amire mi akarjuk, NFL és ugye itt használjuk ezt az ezint tagot, tehát így integerként kérjük el, be így kell, sajnos ez, ez ilyen, de ez miért függvény? Ez nem függvény, bocsánat, ez az elkolor tag. Igen. És ugyanígy beállítjuk a line style -t. Itt ugye az ls tagból kérjük el, tehát ezeket a tagokat használjuk most. Tehát itt ugye az elkolor tagot, itt az ls tagot, hát lehet, hogy az F -color t azt máshol fogjuk majd, az, az máshogy történik, de ezeket használjuk itt most. És ugye itt elkérjük a ls-nek LS milyen is volt, azt hiszem style, ha jól emlékszem, illetve volt egy vid tagja, de mindjárt ránézünk. Ugye ez a Line Style objektum. Vid meg Style, így van. Tehát ezeket használjuk most itt a LS nál Csak helyesen írni is tudni kéne. Vid, ez jól van így? Bocsi, csak vid. Nyilván nem jól van. Jó, tehát lekérdezzük az aktuális objektumnak a vonal stílusát, ezt beállítjuk, majd hívjuk a DrawLines függvényt. Oké, és az, ugye ez az aktuális objektum típusnak a drawlines fogja hívni, tehát hogyha ez egy kör, akkor a körnek a DrawLines függvényét, hogyha egy lines, akkor a lines a DrawLines függvényét fogja hívni, és attól függően, ahogy kell, kirajzolja a vonalakat, hát, vagy az adott alakzatot, és még csak annyi dolgunk van, hogy állítsuk vissza a default értékre a szint. Ez pedig ez az old vel Ugye ez az, amit elkértünk, mielőtt manipuláltuk ugye a szint. Hát ez tényleg elég szörnyű így, hogy így kell lesz még majd más ilyen szörnyű dolog is. De hát a fultika sajnos ilyen. Az, más, hogy nem nagyon lehet. Ez, ez, sajnos tényleg ilyen. Jó, és alapvetően szerintem ennyi a, ennyi a sépünk. Ennyi a sépünk alapvetően. Akkor most nézzünk már egy picit, próbáljuk ki. Igazából amit itt ki tudunk próbálni, hogy egyrészt lefordul-e, ezt most így instant kipróbálom, mert ha lefordul, akkor oké, okay. egyébként akkor valami hiba van. Uh -huh. Szerintem ez kisbetű, mi? Hol is van. Felkolor. Ez kisbetű vagy nagybetű, ránézek a könyvbe. Már megtalálom. Bocsi. Annak nagyjából kéne lenni. Bár ettől függetlenül. Mi hmm. a ja, nagy szé, bocsánat. Ugyanez volt a hiba az elmúltkor is amit Sedit Adri jelzett nekünk. Bocsánat, igen. Jó, hát mondjuk lefordul, ez eddig rendben van, ez eddig rendben van. Jó, mindjárt kipróbáljuk, de előtte akkor nézzük már meg, hogy mit is jelent pontosan, hogy a sép az egy abstrakt osztály. Ugye látjuk, hogy itt a két konstruktor, ez protected, tehát ez kívülről nem elérhető, tehát hogyha akarnék egy ilyet készíteni, akkor itt itt hibát jelez nekünk, és azt írja, hogy a GraphLib névtéren belül a Shape osztály sép konstruktora, az ebben a kontextben protected, protected. Jó, tehát ez nem, nem hívhatjuk ezt a konstruktort. Ugyanez érvényes a inicializáló listás konstruktorra is, tehát ha itt ilyen pontokat akarnánk megadni, akkor ugyanezt a hibát fogja nekünk uh, itt jelezni. Megmutatom, hogy látszódjék. Látjuk, csak itt már ugye jelzi, hogy a, a shape-nek ez az inicializáló listás uh, konstruktora az, ami amit nem hívhatom-e protected. Jó? A lényeg az, hogy nem tudunk uh, shape objektumot előállítani, nem tudunk shape osztályból példán készíteni, mert abstrakt osztály. Jó, tehát ez nem fog működni. Amit még esetleg ki tudunk próbálni, az ugye a leszármazott osztály, hogy ugye például itt van nekünk a. hol van a sima lányunk, van a sima lányunk, ami tulajdonképpen mindent használ, amit a sép nyújt, gyakorlatilag. Ugye default konstruktor itt nincs, bármint, hogy az mindig van, már pontosabban default konstruktor van, ha nincs másik. Tehát itt nem a, a, a a konstruktorát használjuk, viszont használjuk a shape az add függvényét, meg a shape a draw függvényét, úgyhogy igazából azzal tudjuk most ezt kipróbálni, hogy működik-e, hogy csinálunk egy vonalat. Így, nemes egyszerűséggel. Úgyhogy akkor készítsünk egy ilyet, és tulajdonképpen a, hát ezt a két paraméteres konstruktort használjuk, ami nagyon egyszerű, csak két pontot kell neki átadni. 200, 200, jó megbonyolítom, akkor legyen már konstruktor hívás, hogy tényleg lássuk, hogy ez az. Tegyük fel az ablakra, és nézzük meg, hogy működik-e. Na. Jó. Hát és itt szépen kirajzolja nekünk ezt a vonalat, a elméletileg a megfelelő koordináták között. Hát így van, így van. Jó. Esetleg még kipróbálhatjuk a, egy lines objektumra, hiszen ott a virtuális függvényhívás kapcsán a Draw Lines az érdekes lehet. Ugye azért azt is próbáljuk ki. Ugye a linesnál nál ugye egyrészt van egy inicializáló listás konstruktor, amiben delegáljuk az ősosztály inicializáló listás konstruktorát, pontosabban hát azt használjuk. Úgyhogy akkor ezzel is ezt ki tudjuk próbálni. Úgyhogy akkor csináljunk egy ilyet, csak itt ugye arra kell figyelni, hogy párhogy számú pontok legyenek. Hát, ezt se fogom túlbonyolítani. Ezért nem ugyanazokat a pontokat adjuk hozzá, mondjuk ez legyen 400, 400, meg hát 500, 500. Jó ez így? És akkor ez ki fog nekünk rajzolni két vonalat. Nem, egy vonalat két pont között vagy nem, két vonalat. Na, csak, csak kinyögöm már, de nézzük meg. Így van. Hát ez az egyik vonal, ez meg a másik. Csak mondjuk ez pont egybe esik, akkor ezt leveszem. Így van. Ja. Jó, akkor ez is működik, és ugye mindenképp akkor látjuk, hogy működik a virtuális hívás is, tehát ez akkor így rendben van. Jó. Jó. Persze majd azért most labor felvezetésen még nézzünk további grafikus objektumokat, tehát megnézzük még, ami van. Hát remélem, hogy minél többet. És akkor ott is azért tudjuk ezeket tesztelgetni, meg azért is jó, hogy ezeket az objektumokat a SHAPE megtekintése után nézzük meg, mert akkor egy picit más perspektívába kerülnek most így azért a dolgok, megnézzük akkor így is, így is beszélünk róla. Megnéznénk egy kis ilyen technikai jellegű példát, ami hát erősen gép melletti fogyasztáshoz, fogyasztásra van. És akkor ezt megnéznénk, most tényleg csak ilyen, ö, ilyen, ilyen egyszerű egyszerű módon, tehát nem is nagyon fogok itt most hedörözni csak egy kiírásunk lesz, ö, meg majd egy random main függvényünk, ha odaértünk. Ö, sőt, még szerintem egy nagyon csúnya usingot is ide teszek. És akkor nézzük már meg ezt az öröklődést, kiterjesztést, tényleg egy ilyen nagyon kis technikai példával. Ja, kezdjük úgy, hogy van egy B nevű osztályunk, amiben lenne egy, egy F függvény, de egy virtuális, virtuális F függvény, ami igazából semmit nem csinál, csak kiír egy üzenetet, jelezve, hogy ez melyik, melyik osztálynak melyik függvénye. Jó, tehát látjuk itt, hogy ez a B osztálynak az F nevű függvénye. Jó. Majd ezt ki fogjuk még kicsit bővíteni, mert ide fogunk még tenni egy, egy nagyon egyszerű kis függvényhívást is, de ne szaladjunk ennyire előre. Jó, majd tegyünk ide egy sima g függvényt, ami megint csak ezt csinálja, csak ez ugye a g-t írja ki. Nyilván. Jó, tehát tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis függvény. Vagy osztály lesz itt még majd egy még egy, még egy. még egy függvény, de nem szaradnék előre. Jó, na és akkor terjesszük ezt ki. Mindjárt beszélünk itt a pár ilyen részletet, még, még mindenképp meg akarok mutatni. És akkor ide írjunk egy F függvényt. Ami pedig, hát megint csak ugyanezt csinálja, csak ez itt már ugye a D F lesz, meg legyen egy G, ami pedig a D G lesz. Igen, figyeljünk oda, hogy, hogy tesszük itt a pontos veszőket, Jó, rendben van legalábbis úgy tűnik, hogy rendben van. És legyen még egy, csak hogy bonyolítsuk. Bár nem mint olyan bonyolult lenne. Itt legyen egy F függvény, de ez nem, ne legyen ott a konst módosító. És itt pedig mondjuk azt, hogy ez a DD-nek az f -e. Meg legyen egy gink, hát ez legyen konst. Mondjuk akkor csináljuk úgy, hogy akkor ez meg nem az, és akkor itt meg írjuk ki a DD-nek a g -jét. Jó. Na és akkor ezeket az osztályokat fogjuk most használni, csinálom már mindegyikből egy-egy példányt, okvetlenül. Clone mode, ez csak egy egyszerű kis technikai öm, Technikai példa, csak hogy lássuk ezeket a kiterjesztéseket, meg, meg itt a virtuális hívást. Jó, csak egy pici példa, mindjárt mutatom. Jó. Na, és akkor csináljunk egy függvényt, ami tulajdonképpen csak hívni fogja ezeket a tagfüggvényeket. Viszont ott adjunk át egy konstans B-referenciát, és hívjuk ennek a B-nek az F tagját, meg a G tagját. Jó? Tehát ennek a konkrét példánynak az F tagját, meg a G tagját. Jó. Oké, és na és akkor csináljunk egy main hiszen az mindig jó van. És akkor csináljunk mindegyikből egy példányt. És dobjuk át paraméterül ennek a call függvénynek. Éppen egyesével mindet. És ide meg dobjunk már egy ilyen kis message, kis, kiír, kis kiírást, mert majd még fogjuk ezt cizellelni egy picit. És akkor nézzük, hogy mi történik. Reméljük, elírás nem nagyon van benne. Lefordul, ne és akkor futtassuk. Na, és akkor mit látunk? Szépen látjuk itt a. a kimenetet. Ugye, mit is kell itt látnunk? Ugye, itt vagyunk a minden van három példányunk, mindegyik típusból egy-egy példány, és ezt átadjuk, itt most ilyen konstans referencia szerinti paraméter átadással ennek a call függvénynek. Jó? És ez egy picit olyasmi, mint ami volt az imént is, amit beszéltük, hogy ugye a, a B az egy B, nyilván. Ugye a D az egy B-típus, tehát a D osztály az a b terjeszti ki, ugye? Tehát a D is egy B alapvetően, és akkor így ugye a DD is egy B. Jó, tehát a B az egy B. Maradjunk annyiba, tehát ez így működni fog. Nyilván, mert működnie kell. És akkor ennek az objektumnak hívjuk az F függvényét. Hát mit csinál az F függvény? Hát kiírja a BF-et, vagy a DF-et, vagy a DDF-et attól függően, hogy melyik osztályban vagyunk. Függően tényleg, hogy melyik osztályban vagyunk. Na de ugye nyilván nem mindegy a dolog, és akkor nézzük is ezt végig, mert itt ugye egy B-referenciát adunk át. Jó, tehát B-referenciára nagyon figyeljünk. Na nézzük akkor itt az első hívást. Ugye itt van nekünk egy BF, meg egy BG kiírásunk. Hát ez itt alapvetően szerintem meglehetősen egyszerű, itt átadjuk a call függvénynek ezt a B objektumot, ami egy B típusú objektum, ráadásul, és ennek a B típusú objektumnak hívjuk az F meg a G tagját, és akkor látjuk, hogy BF-et meg BG-t ír ki. Tökéletes. Jó. Hát ez szerintem még nem olyan bonyolult, ez még, ez még alapvetően érthető. Na, menjünk tovább. Van itt nekünk egy df ünk meg egy BG-nk. Na, lássuk. Ugye itt csináltunk egy D objektumot, és ezt a D objektumot itt átadjuk paraméterről a call függvénynek, ami itt meg fog jelenni. És akkor ennek a B objektumnak hívjuk az f tagját, ami ki fogja írni ezt a df-et. Miért írja ki df-et? Mert ugye az f függvény az egy virtuális függvény, és felül definiálódik. Tehát mivel, hogy B referenciát adtunk át, és a B-ben az F virtuális, ezért D-nek az F függvénye fog hívódni, és kérjük hogy DF. Ugye ez a virtuális kól, függvé... tehát az, hogy ha az ős referenciáján keresztül hívjuk ugye a virtuál függvényt, akkor mindig az aktuális példány típusának a függvénye fog hívódni. De nézzük tovább. Ugyanis a DF után BG van. Hát az, hogy lehet, pedig itt ugye egy D objektum van, hát na igen, nem, csak ugye a G függvény az nem virtuális. Jó, tehát ez nem egy virtuális függvény, és nem, felül, nem definiálódik fölül, marad a BG. Amivel esetleg ki lehet egészíteni, csak hogy lássuk a, az, hogy, hogy működik ez a dolog, hogy hívjuk meg így direktbe is, meg lehet ezt tenni. D. G bocsánat. És csináljuk F-re is. És akkor nézzük meg újra. Jó, és itt már szépen látjuk, kicsit föntebb ha nem látnátok, hogy itt ugye F, a B-nek az F, a B-nek a g DF, DG, DDF, DDG, tehát szépen elérjük ezeket a függvényeket, ugye itt a virtuál call alapvetően tényleg csak itt a referencia paraméternél érdekes, hogy ugye az a függvény fog felül az a függvény fog ö, aktuális típusban, tehát az aktuális típusnak a tagja fog hívódni, amelyik virtuális. Itt nem, nem DDF-et írt ír ki? Na, akkor valami gond van. Na, DDF az. itt igazából nincs különösebben értelme a, az, az over, tehát itt nincs override, itt simán csak hívod F-et. A DD-nek az F-ét. Ja, call end előtt? Ja nem, bocs, már nem konst, én rosszul mondom. Na, már este van, itt nincs itt a konst. Igen, Bocs, 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 nem, nem, nem konst, elvileg most már föl kellene e, definiálnia. Így van, így van. Bocs, rossz mondtam. Este van már elnézést, tehát ide kell, tehát a konst az kell. Jó, a konst is kell. És akkor így már, így már oké okay is. Ugye beszéltük ezt a override cool szót. Ez tényleg csak azért van, hogy jelezzék nekünk, hogy... Felül, akarja definiál, felül akarjuk definiálni, és hogyha mondjuk valamit elrontunk, akkor itt jelzi a hibát. Jó? Tehát itt írja, hogy a df-et override-ként jelöltük meg, és a szóhasználat fontos, hogy marked, tehát ez csak egy ilyen megjelölés, hogy, hogy ezt felül akarjuk. Tehát mi nekünk az a célunk, hogy az f-et felül definiáljuk és látjátok, hogy hibát jelez, hogy annak van jelezve, de nem fogja felül definiálni. Hogyha ideírjuk a konstot, tehát jól csináljuk, akkor, akkor már működik, tehát ez csak egy ilyen kis, 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 hogy mondjam, jelzés gyakorlatilag. Jó, ugye itt van megint ez a paraméteres dolog, hogy erre is figyeljünk oda, hogy hogy nyilván a paraméter is fontos, tehát erre is oda kell figyelni. Jó. Tehát amit szoktunk mondani, hogy a függvény szignatúrájának egyeznie kell, illetve a konst, nem konst dolognak is egyeznie kell. Pár apjó megjegyzés csak a teljességkedvér. És akkor itt a láthatósági szintekre kanyarodnék rá. Hogy ugye itt azt írom, hogy strukt, eznek alapvetően annyi az oka, hogy így akkor nem kell láthatósági szintekkel olyan nagyon vacakolni. Mondjuk tudunk olyat csinálni, hogy azt mondjuk, hogy ez legyen egy class B, csak ugye akkor ezeket publikusra kell állítani, mert az osztálynak a tagjai alapértelmezetten privátak. Jó. Na ide is írhatnám azt, hogy class D, viszont C++-nak van egy ilyen hát, funkciója, hogy itt a kiterjesztés láthatósági szintjét is lehet állítani. Na most őszintén megvalva, ez a kettő ugyanazt jelenti, hát itt mögé teszem a másikat, tehát ez a kettő itt, ez ugyanazt jelenti. Jó, tehát ez a kettő ugyanazt jelenti. Na most az, hogy mi az a public, ugye ebből is van protected meg private, Ebbe most a mélységeiben nem mennék bele, aki szeretne a C++ könyvbe nézen utána. Megmondom őszintén, hogy ha valamit így, így, megmutogatnék, akkor annak illene adni egy értelmes felhasználási közeget is, és őszintén szólva, hát nem azt mondom, hogy nem tudnék kitalálni, de nagyon ilyen erőltetett dolog lenne. Én egyébként nem is nagyon szoktam látni olyat, hogy nem ilyen a kiterjesztés típusa. Ugye itt ez annyiban különbözik, hogy ha így privátként terjesztjük ki, akkor, akkor nem láthatóak a protected, meg a public tagok se a leszármazott osztályba, illetve a protectedként, akkor a protected tagok nem láthatóak a leszármazott osztályba. Csak a public, public tagok. Nem akarnék ezzel különösen foglalkozni, tényleg így elmondom, hogy ha esetleg láttok ilyet, ne lepődjetek meg, nem sok szerepe van, tényleg nem nagyon szoktam látni ilyet, de gondoltam, elmondom. Jó, C++ könyve benne van, szépen ki van fejtve, nézzétek meg ott, hogyha, ha érdekel. Jó, ez a két dolog egyébként egyenértékű, azért írtam így struktal ezt is, meg ugye a grafikus osztályokat is, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. Jó, ez egyébként, ha így írod, ez privát kiterjesztés jelent, tehát mintha ezt írnád, úgyhogy azért figyelj oda, simán csak oda teszed, hogy public, ez a kettő így akkor jó lesz. Ha elhagyod, ez valószínűleg amúgy hiba, mert nem hiba, mert lefordul, meg működik, csak valószínűleg elfelejtetted a publikot na mindegy. Jó, gondoltam, megmutatom ezt is, lássunk ilyet is. Jó. Na, amit még akartam, és akkor ezt nézzük meg, mert ez szerintem érdekes lehet. Dobjunk már be ide egy függvényt. Egy ilyen, hát ilyen sima print message-et. És adjunk át neki, itt egy int paramétert, és írjuk ki ezt a kis üzenetet, meg írjuk ki hozzá a változót is. És ezt a függvényt dobjuk át ide a D-be, csak itt mondjuk egy double paraméterrel. Jó. Na és akkor csináljunk már itt annyit, hát ezt ide bedobom új sorba, hogy jobban látszódjon, hogy amikor hívjuk az F-et, akkor hívjuk már ezt a függvényt is. És mondjuk valamilyen ilyen double paraméterre. Jó, meg hívjuk itt is. Oké. Uh, hát igen, elég sok a, a hívás. Jó. Na és akkor mikor melyik print hívódik? Ugye itt a paraméter lesz a, az érdekes. de akkor nézzük meg. Na valamit csak elvakszoltam. Ja, mert konstnak kéne lenni a függvénynek. Igen. Uh -huh. Így van. Üm. Na és akkor próbáljuk ki, hogy mit látunk. Jó, hát ugye itt, ami tényleg érdekes lehet, és, és ami, ami látszik is, hogy mikor melyik print message-et hívjuk. Ugye? Igazából ugyanaz, mint hogy most kérjük, hogy BF. Csak ugye tényleg lássuk azt, hogy ugye első körbe hívjuk BF-et, meg kérjük ezt az üzenetet. Jó? És ugye a print message 8.5, ez ugye itt tránkételi, mert hogy ugye a B print message -e, az integer paramétert vár. Oké, okay, nyilván itt a 8.5-öt le fogja vágni. Most itt van a másik print message, ugye, ami a D, tehát itt az osztályon belüli Klaszkóp beli print message-et fogja hívni, és ugye ennek már ugye a double paraméter rendben van, de ugye, amit tényleg érdekes, hogy egy B-referencián keresztül hívjuk megint csak, tehát látjuk, hogy működik a, a, az a virtual call, és mindig azt a print message-et hívja, ami, ami nekünk kell. Folytatjuk, és akkor megírjuk a téglalapot jó, na tehát akkor ugye úgy, hogy eddig is csináltuk, ugye kiterjesztjük a shape osztályt, ugye ahogy néztük is, így akkor ugye benne van a pontvektor, a point meg, tehát ugye kiterjesztjük, minden, ami a shape -be benne van benne lesz a rectangle be is, és ugye pár függvényt valószínű fölül is kell definiálnunk. Egyrészt ugye a, a konstruktort, nyilván ez egy picit má kell írnunk egy konstruktort, mert az egy picit máshogy fog működni, illetve nyilván meg kell írnunk a drawline t mert ez is egy picit máshogy fog működni, mint a, a sima shape. Na, úgyhogy akkor írjunk konstruktort. Ugye legyen egy olyan, aminek első tagja egy point, ugye ez lesz a a bal felső sarok koordinátája, illetve legyen egy... Én koordinált a szélességre, egy pedig a magasságra. És igazából itt az kéne, hú, hú, hú. hát de akkor már próbáljunk meg követni a nevezéktant, mert akkor csináljunk privát tagokat, ugye hogy is kéne, ugye a szélesség meg a magasság kéne, így van. És ezeket akkor adjuk is át értékül. Opa. De akkor a sorrendre figyeljünk. Jó. És e, itt igazából azt kéne nekünk most tenni, hogy ugye a pontot hozzáadjuk a vektorhoz, tehát a points, vekt, point, vekt, points nevű vektorhoz, illetve ellenőrizzük ezt a két host, nyilván mert hogyha ez mondjuk kisebb, mint, hát kisebb egyenlő nulla, akkor, akkor, akkor az úgy nem lesz jó. Akkor ezt nézzük meg. Simán csak dobjunk egy errort. És egyébként meg adjuk hozzá a pontot. Ugye itt most jó nekünk a shape osztálynak az edfüggvénye. függvénye. Ugye egy pontot adunk hozzá. Tehát az nekünk tökéletes lesz. Jó. Oké, és na nézzünk egy másikat. Ez pedig legyen egy olyan, ami két pontot kér. Legyen egy, hát ne x, mondjuk legyen a, a meg b. És akkor itt ugye nekünk egy picit matekoznunk kell. Hmm. Ilyen így ö, ugye az van, hogy ez a, ez a bal felső sarok, ez meg a jobb alsó sarok, és igazából itt is ö, nyilván el kell árulunk a szélességet magasságot, mert majd az alapján fogjuk, ö, az alapján fogjuk majd számolni, vagy rajzolni pontosabban, úgyhogy akkor csináljunk egy olyat, hogy a H, az ugye. Az Y koordináták különbsége kéne, hogy legyen, tehát A. Y, vagy B.Y-A. Y. Ugye y, ez lesz a magassága, Már nem jó sorrendben csinálom, mert fordítva szokták, de mindegy, most ez így jó lesz, és akkor legyen a szélesség, az meg ugye az X koordináták különbsége. Tehát a b.x-ből a.x. Nyilván itt is lehetne hiba kezelni, sőt szerintem fogunk is. Nyilván ha fordítva adja meg, vagy nem jól adja meg. De mindegy, kicsit hiba kezeljünk. Ugye, tehát igazából ugyanaz mehet. Viszont akkor kezeljünk hibát itt is inkább a, a lokálisra. Tehát inkább kezeljük a hibát a tagokra, akkor itt is legyen konzisztens. Jó, és adjuk hozzá az át. Mert ugye a B-t azt nem kell, mert abból már kiszámoltuk az oldalhosszakat, és akkor itt tulajdonképpen mindegy, hogy melyik konstruktorral példányosítjuk. Alapvetően a draw lines, nem kell külön draw lines csinálnunk, megvan ugye a bal felső sarok mindkét esetben, meg megvan az oldalhoz mindkét esetben. Jó. Na, és akkor ugye kelleni fog nekünk egy draw lines, meg esetleg egy-egy ilyen egy -egy getter függvény. amivel csak visszaadjuk a megfelelő oldal hosszát. És alapvetően ennyi. Még nyilván megkérünk a drawlines-t, tehát azt okvetlenül és hát viszonylag egyszerű, ö, egyszerű dolgunk van, mert alapvetően itt is csak a, a színekkel kell ö, kicsit többet vacakolni, viszont a, a library be van olyan függvény, ami ilyen rectangle rajzol, tehát téglalapot rajzol, ö, de e először akkor nézzük meg a színeket. Ugye első lépésben mindig azt fogjuk megnézni, meg a következő objektumokban is, hogy van-e kitöltő szín. Hogyha van, akkor ilyen kitöltött ö, alakzatot fogunk rajzolni. Ha nincs kitöltő szín, akkor pedig csak körvonalat fogunk rajzolni. Úgyhogy nézzük meg akkor ö, először ezt. Ugye van egy félkolor tagunk, ugye a sépen belül, ezt ugye az imént néztük, és a, ennek a color objektumnak ugye van egy visibility in tagja, hogyha ez nem nulla, akkor van kitöltő színünk, és akkor ez alapján kell. Ugye hát kérjük el a akkor ezt a, kérjük el konkrétan a szín, színt, és adjuk át a Fultic library-nek, ezt pedig úgy tudjuk, hogy a ugye ugyanúgy a félkolort hívjuk, és a félkolor objektumnak van ez a, ugye az ezint tagja, talán ezt néztük a, a is valami hasonlót, és akkor megvan a szín, innentől kezdve már csak a Fultic Library-nek kell a rect f függvényét hívnunk, ez lesz ez a field rectangle, és ennek meg csak át kell adnunk a, a bal felső koordinátáit, illetve a oldal hosszakat. Úgyhogy akkor ezt csináljuk is meg. Ugye itt ez a, hát most egyszerűen ez a point nulla, mert ugye csak egy pontunk lesz, point nulla x, point nulla y, illetve a szélesség magasság. Ha jól emlékszem, ebbe a sorrendbe kell. Így van. Jó, rendben van. Ezzel megrajzoltuk. Most már csak az a dolgunk, hogy vissza kéne állítani a szint. Mi Hát tényleg ez a színnel ne Töltsetek olyan sok időt. Igazából ez itt a lényeg, hogy, hogy ez rajzolja majd ki nekünk ezt a kitöltött télalapot. Jó. Na menjünk tovább, mert mi van, hogyha, ha nincs kitöltésünk, akkor csak sima körvonalat rajzolunk, sőt, igazából körvonalat mindig rajzolunk, ha látható a körvonal. Úgyhogy akkor most ezt néznénk meg, ezt meg ugye simán a color hívással tudjuk, ugye ez az ami visszaadja a shape osztályból ugye a, a színt, hogy milyen színű a, a, a körvonal, és ennek hívjuk a visibility tagját, csak hogy láthatóra van-e állítva, és itt is gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint az imént. És itt most már nem a rect f-et hívjuk, hanem a sima rectet. És elvileg ugyanazokkal a paraméterekkel. Jó, tehát x koordináta, y koordináta, szélesség, magasság. Jó, próbáljuk ki. Kináljunk egy példányt. Egy 400x400-as téglalapot. Tegyük fel a screenre, és nézzük a hibahegyeket. Jaj, nem, ez, nem is ez kell. Uh -huh. Valóban vannak hibák. Valamit elírtam. Rectangle. Aha, kimaradt egy betű. Jó. Nézzük, hogy működik-e. Így van, és itt van egy szép Alap. A szemhel észre is vette. Köszi. Többször kéne lenéznem a csetre, kevesebb hibám lenne. Szép lett? <laughs> hát, ja, adjunk neki kitöltő szint, de valami retteneteset. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen. Na. Csodálatos. Jó. Mind legalább látjuk, hogy akkor a félkolorral is működik. Tehát én kitöltött téglalap. Mondjuk ez legyen akkor különböző oldal hosszúságú. És akkor látjuk, hogy tényleg téglalapról van szó. És szerintem pont fordítva van. Mert ez 400x200 az egy fekvő téglalap kéne, hogy legyen. Csak akkor ezt csak megnézzük. Mm -hmm. Igen, itt fordítva. Hát akkor legyen itt is jól. Mondjuk mindegy csak. Akkor legyünk tényleg konzekvensek. Meg akkor hát itt, itt is kicseréljük. Bár itt mondjuk lehet, hogy mindegy, mindjárt megnézzük. Tényleg ezt még nem is próbáltuk ki. Jó, az így XY, aha. Jó lesz. És akkor itt is. Mondjuk ennek már tényleg nem sok értelme van, csak lássuk. Na, és most már. Most már fekvő. Szerintem ez a régtengel ez úgy nagyjából magáért beszél. Te itt a két fél konstruktor, hát meg akkor próbáljuk ki a másikat is, hogy ide tegyünk egy pontot, csak nem ugyanaz legyen, hanem mondjuk legyen 300 x 300, 300 és 200, ez ugye jó, ugye? Igen, ez jó lesz. Nézzük meg, hogy működik e. Így van, ez is működik. Jó. Fantasztikus. Szóval menjünk is tovább, és akkor nézzük meg, hogy szöveget hogyan tudunk, talán ez egy picit e, érdekesebb lesz. Ugye ugyanúgy csináljuk, e, megint csak a, a sépet fogjuk kiterjeszteni és itt ugye ami kell, hogy egyrészt kell egy string, hogy mi az a szöveg, amit ki akarunk rajzolni, írni, rajzolni, a másik ugye kell egy betűtípus, hogy milyen betűtípus, ha meg egy betű méret, hogy milyen méretbe Jó? Tehát ezeket ö, alapvetően jó lenne a, itt az osztályon belül eltárolni. Szóval akkor vegyünk is, vegyük is fel ezeket a privát tagokat, kezdjük ezzel. Ugye egy string ami a label. Tehát egy string ami a, a label. Legyen egy font. Hát ez jó lenne valami alapra beállítani. Szerintem van egy ilyen FL font tagja a pooltiknek, és ez visszaadja nekünk a a default fontot, tehát a rendszerbe. Illetve legyen egy size, egy betűméret. Hát, ez jó lenne valami alakra, viszont ez ugye rendszerenként eltérő lehet. Le, állítsunk be valamilyen minimum fontméretet, pontosabban egy, egy fix fontméretet. Um, Hát talán az FL Size hívás visszaadja ezt nekünk. És hogyha ez mondjuk kisebb, mint 14, akkor állítsunk be 14-et, egyébként meg az FL size -ot. És akkor elvileg, elvileg, ez így akkor jó is lesz. Tehát ha kisebb, mint 14, legyen 14, egyébként meg az a, a, a default size, mert akkor ne legyen ilyen kis tömszli betű. Úgyis lehet mondjuk állítani, csak... Jó. Na nézzük akkor a public tagokat. Ugye kell egy konstruktor, nyilván. Itt ugye egy koordinátát adunk át, meg egy szöveget. és ez a szöveg legyen egy const string referencia, és ezt így alapvetően értékül is adhatjuk már rögtön a tagnak, és más nincs is, úgyhogy a pontot meg simán csak hozzáadjuk a, a pontokhoz. Jó? Tehát alapvetően itt is ennyit csinál a konstruktor, mint a, az imént. Um, ugye hozzáadjuk a pontot, ahonnan ki akarjuk rajzolni, illetve a, a szöveget, amit ki akarunk írni, pedig simán itt eltároljuk a, az osztálytagba. Jó. Na de hát ugye mi lehet? Hát nyilván Draw lines. ez egyértelmű, és akkor pár ilyen set, set függvény. Ugye a labelhöz, a font, size, font typehoz, illetve a font sizehoz. Ugye, így van. Hát, igen, ez is, ez is legyen már konst. És setlab, és egész egyszerűen csak átadjuk értékül. Hát viszont akkor legyen más a neve, mert ne, ne kavarodjanak. akkor legyen egy olyan, amivel el tudjuk kérni. Elég repetitív ez a dolog, de hát, hát ez ilyen. És akkor return lab. Akkor csináljunk egy ilyet a fontra is. Úgy át tudjuk állítani a, a betűt, meg legyen egy, amivel el tudjuk kérni. Ha esetleg kéne, és ugyanez a font size-ra is. Ez pedig sima integer. Jó. Legyen egy, amivel le tudjuk kérdezni a font size-ot. És akkor nagyjából ennyi a, ezek a get set függvények. FNT size. Legalábbis reményeim szerint ez ennyi. És ugye a text az, az nagyjából tényleg ennyi lenne. Mindjárt megírjuk a draw persze. Hát, szemhel, mindegy. El, alapvetően. Jó, na, és akkor, hát a Draw Lines, um, itt viszonylag egyszerű. Nem olyan hosszú, mint a többi. Um, így van szemhel, compiler vágja. Szóval, e, itt tényleg csak annyi, hogy ugye be kell állítanunk megint a, a fulltickbe a font type meg a font size-ot. Előtte lekérjük az eredetit, és visszaállítjuk. Mondom, ez tényleg rettenetesen kényelmetlen így, de hát sajnos jobb, jobb nincsen. Tehát ez az original font ezt a FL fonttal tudjuk lekérni. Ugye a original size pedig a fl size -al. ugye ezeket csak eltároljuk, hogy majd vissza tudjuk állítani ugye hívjuk itt a fontot, ez azért kell, hogy beparaméterezzük magát ugye a library-t és itt pedig a lokális fnt hát fnt tag ezintjét fogjuk hívni. Ugye az FNT az, az ugye ez lenne. Illetve itt a FNT size-ot, tehát a méretet. Elírtam a fontot, Ja, igen, igen, igen. Ez nem font, hanem originál FNT. Ja, ja. Igen, igen, igen. Itt az original jelzem, hogy mi volt az alap. Semmi gond, semmi gond. Este van már ilyenkor. Néha nehéz, nehéz követni. Jó, tehát ezzel beállítjuk a library és akkor rajzoljuk is. Van ez a draw függvény. Ugye ennek, tehát ez a draw fogja nekünk kirajzolni a szöveget. Igazából. És annyi a lényeg, hogy átadjuk neki a labelt, de ilyen C string szerűen. Jó. Ez nagyon röviden annyit csinál, hogy a stringet átalakítja ilyen karakter pointerre. Jó, tehát ilyen C szerű stringre részletkérdés ne akadjunk fent. És ugye átadjuk a, az XY koordinátákat. így van. Majd, ha ez megvan, akkor visszaállítjuk a originálra. re Jó, és azt hiszem a font hívással, és ugye itt átadjuk az original fontot, meg az originál size -ot. Jó, ez csak tényleg megint ilyen full tickes szörnyűség. Amit lényeg, hogy először beparaméterezzük a library-t ugye a betűtípusra, betűméretre, majd kirajzoljuk, az adott szöveget az adott koordinátákra. De próbáljuk ki, hogy működik-e. Azt mondja, hogy text, ugye kell egy koordináta, hát mondjuk ez legyen most a 250, hát vagy 120, és legyen egy szöveg, mondjuk sárga doboz, Adjunk nevet, ez mindig fontos. Jó, na próbáljuk. Ez egyre jobb. Tényleg este van már. Aha, igen, itt a névütközésekre figyelni kell. Szállt legyen akkor léből. Jó, csak hogy legyen itt nekünk névütközés. Van, van, itt, még hiba. Az FNT is. Akkor legyen set font. Reméljük a font size már jó lesz. Na most már, most már oké. Okay. És akkor futtassuk remek. Tökéletesen működik a karakterenkóding is. Majdnem. A kör és az ellipszis. Na most nyilván a, mondhatnátok, hogy a kör az egy speciális ellipszis. Miért vesszük külön? Hát igazából lehetne így is, meg úgy is. Alapvetően az ellipszis ugye az, hogy van ilyen két fokál pontja, vagy ez a, ez a major, meg minor átlók nem átló, hanem ez a, hát fokál tulajdonképpen. Úgyhogy az az egyik, és ugye a kör pedig az a speciális eset, amikor ez a két ö, tengely tulajdonképpen ez megegyezik. Viszont programozási szempontból nem lenne ez feltétlenül szerencsés az, hogy kört akarunk rajzolni, ahhoz, és ahhoz, hogy kört rajzoljunk, létrehozzunk egy olyan ellipszist, aminek a két tengelye egyenlő. Tehát az olyan furán adná ki magát. Úgyhogy csináljunk egy olyat, hogy van egy körosztályunk, aminek oda kell adni egy pontot, illetve egy sugarat. Az elipszisnek meg odaadunk ugye egy pontot, nyilván ugyancsak, illetve egy két integer egy hoztengeit meg egy szélességi tengelyt. Szerintem ez így lenne a a szerencsés. És akkor kezdjük a körrel. És ahogy ugye mondtam, itt ugye egy privát tag van tulajdonképpen a, a sugár. Tehát nagyon más egy, egy körnél azért nem olyan érdekes. Nyilván a középpont de alapvetően a sugár. És akkor itt ugye a konstruktorban annyit kell tennünk, hogy átadunk egy pontot, illetve egy integer ami a sugár, és ugye ezt sugarat nyilván rögtön el is tesszük, viszont a ponttal lesz egy kis melónk, ugyanis ez a jó Fultic Library, a, szerintem már említettem, olyan furán rajzolja ki a pontot, hát nem furán, mert algoritmus szempontjából ez talán hatékonyabb, hogy nem azt a pontot kell neki megadni, nem a középpontot kell neki megadni, hanem a, a kört befoglaló négyszögnek a bal felső sarkát. Tehát azt kell, azt kell, megadni. De szerencsére ez nem olyan bonyolult, mert igazából a P-t csak el kell tolnunk erről mindkét irányba. Ugye? Tehát az XY koordinát az úgy fog kijönni, hogy a a P pont X koordinátájából is kivonunk r meg az Y koordinátájából is kivonunk ert, És akkor meg is van. És tulajdonképpen ezt a pontot kell hozzáadnunk magához a, a points vektorhoz. Úgyhogy akkor ezt csináljuk is meg. Úgyhogy ez a pont, ez úgy fog kinézni, hogy a p.x-r, illetve a p.y minusz r. Jó, és akkor így kapjuk meg azt a, azt a bal felső csücsköt, bal felső sarkot, ami ugye a befoglaló négyzetnek a, a koordinátája. Hát fura, de hát ez így működik. Ugye megint kell egy draw lines, az mindig kell, esetleg ugye <kül> sőt, hát nem esetleg, hanem legyen egy olyan, amivel ugye tudjuk a, az átmérőt állítani. Ez a set radius. most már figyelek a nevekre, hogy nehogy elrontsam. Egy ilyen névütközést vezessek itt be a programba. És ugye legyen egy, amivel le tudjuk kérdezni. Jó. Hát esetleg még csinálhatunk egy olyat, amivel a középpontot el tudjuk kérni. Itt is egy picit matekozni kell, mert ugye most a, ugye a pontunk, ami van, az el van tolva, tehát vissza kéne tolni. Úgyhogy e, itt igazából egy olyan csinálunk, hogy return point 0.x plusz r, tehát ugye, hogy visszatoljuk, illetve, hogy is van, hogy point, point 0 plusz, így van, igen, 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 és a point 0.y plusz r ismételten. És akkor tulajdonképpen ezt a, ez lesz a középpont. Mert ugye itt, itt eltoltuk ugye bal felőre, itt meg visszatoljuk a középpontba. Jó, rendben van. Nézzük meg a draw lines-t. Hát alapvetően ez kísértetiesen hasonlít a a Rectangle Draw Lines-ra Úgyhogy itt alkalmazzuk a jóre Copy Paste-et Hiszen itt is ugyanaz ö, a szisztéma, hogy megnézzük, hogy van-e fél akkor ilyen kitöltött ö, kört fogunk rajzolni ha pedig nincs ö, nincs fél csak körvonal, akkor pedig te csak kör ívet fogunk rajzolni. Szóval ez alapvetően ugyanaz, csak itt nyilván nem rektet fogunk rajzolni, hanem itt ezt a pály függvényt hívjuk. Viszont a pály függvénynek, ugye átadjuk az XY-t, azt tuti, meg át kell adnunk a sugarat, tehát hogy milyen sugárba akarunk. Ugye ez az R plusz 1 mínusz 1, meg ugye a másik irányba is. Hát igen, ez, ez nem szép itt a, valóban itt a Pultic Library-be, de hát ez így működik, szóval itt meg kell adnunk a sugarat, illetve az, hogy milyen szögben akarunk, tehát hogy mettől meddig. És hát itt teljes kört akarunk, úgyhogy 0-tól 360-ig megyünk. Szóval az a szerencsé, hogy ugyanezt kell csinálnunk a, a, ebbe az esetbe is. Szóval itt ezt megint tudjuk egy kicsit copy paste -elni. Csak itt most nem pályt fogunk, hanem árkot. Tehát ívet. Jó. És itt már nem fog kelleni a, az eltolás. Mert ugye ez az eltolás azért kell, hogy a, a körvonalat ne fedje le a, a, a kitöltés tulajdonképpen. Jó, itt pedig, tehát akkor lehet rajzoljon, tehát oda rajzolja a körívet, ahova kell. Na de próbáljuk ki ezt is. Hmm. Hát hova tegyük mindegy. Mondjuk egy ilyen 40 méretűt, és adjunk neki egy szint is, csak hogy működik el. Na és akkor próbáljuk. Na még a végén működik elsőre. Tökéletes, így van. Jó. Szuper. Kiváló. Kiváló. Jó, és akkor látjuk, hogy itt a pály miatt, tehát itt a, amit csináltam, ezt a, hogy ho, hova rajzolja ki, ugye ez a mínusz egy, hát rettenetesen néz ki, de ne várjunk tőle most itt e, ilyen valami nagyon gyönyörű valamit. Ugye ez az, hogy ne fegy a, a körvonalat, viszont hát nyilván ez nem lesz tökéletes, mert itt ugye én egy pixel különbséget adtam meg, nem tökéletes, ilyen. Jó, a lényeg, hogy, hogy látjuk, hogy, hogy hogy működik. Na, és akkor még nézzük meg gyorsan a, az ellipszet, ami kísértetésen fog hasonlítani ehhez, csak ugye két ö, tengelyünk lesz, tehát nem csak a sugár lesz, hanem lesz két tengely. Lehet, hogy ez még nincs is fönt a tárolóba. Lehet, hogy ezt nem commitoltam fel, sőt biztos, hogy nem mert ezt most írtam meg délelőtt. Hogy is volt? Ugye megint csak kell egy pont, meg kell két tengely, V-H. De konstruktorban vagyunk, úgyhogy így csináljuk mert akkor ezeknek kéne privát tag. És akkor ezeket itt értékül is adjuk, de akkor miért duplán írom? Simán, így. Oké, tehát itt akkor értékül adjuk. Így. És itt is kicsit kell számolgatni. Itt is a, ugyanúgy működik, itt is a bal felső saroknak a pontját kell megadni, tehát itt is majd el kell tolnunk. Um, point és a p.x-vv kell, illetve a py h jó, tehát itt is a bal felső sarok kell. Így van szemhez, ezt most írtam meg, valamiért kimaradt korábban, át siklottam fölötte, de hát most, most megírjuk, most már, most már akkor lesz. Jó, tehát van konstruktorunk, szuper, nyilván kell a, megint csak ugye a draw lines, hiszen ennek is egyedi működése lesz. És... Hát, lehet, hogy működne itt különösebb getset függvények nélkül. Szóval most akkor ezt kihagyjuk, majd a repo-ba fönt lesz ígérem. És akkor nézzük meg a draw t ami tényleg nagyon-nagyon hasonló lesz. Ki is kopizom egy az egybe, ami mindig veszélyes, de bízom benne, hogy most működni fog. És akkor ugye megint kell egy szín. Ugye a színnel megint kell egy kicsit hekkelni. Ugye itt koordinátákat átadjuk. Itt most nem R lesz, hanem ugye a V plusz V, illetve itt pedig a h plusz h, és akkor itt van, ugye látszik rögtön a különbség, hogy, hogy itt uh, mi a különbsége között, és itt is tulajdonképpen analóg módon ugyanezt kell tennünk, ez a v plusz v, és a h plusz h. Jó, de azért próbáljuk ki ezt is, és akkor itt pedig különböző méreteket adunk. Ennek is adunk egy kitöltő szint. Ez is ugyanolyan rettenetesen fog kinézni. Na és akkor próbáljuk ki. Csak azt a szín kéne, annak a színét kéne módosítani, amit gondolok. Jó, és akkor ott van egy csodás kék ellipszis. Én akkor megköszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.